Köszönöm szépen a bevezetőt, köszönöm, hogy itt vagytok, üdvözlök mindenkit az Atom Chill legutóbbi előadásán. Valóban megint a fekete lyukakról fogok beszélni. Tényleg tavaly tartottam már egy előadást fekete lyukakról, és szerintem, ha valaki azt látta, akkor a legvégén elgondolkodhatott azon, hogy úristen, ez nagyon érdekes és szuper, de kb. Több kérdésem lett, miután megnéztem az előadást, mint amennyi előtte volt. Ez nagyon természetes, tehát nem kell ezen megijedni. Minél jobban belássuk magunkat egy témába, annál több kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. És a fekete lyukak kutatása az nagyon ez a téma. Ezért is van most tényleg az élvonalban, hiszen rengeteg oldalról, rengetegféle fizikán belüli szakterületről próbálják megközelíteni, ugyanúgy a csillagászok, az asztrofizikusok, de az univerzum fejlődés történetet vizsgáló kozmológusok, meg a részecskefizikusok szintén rengeteg izgalmas és érdekes kihívást tartogat, matematikusok számára is, egyébként filozófiai kérdéseket is felvet, szóval nagyon sok oldalról lehet megközelíteni, és tényleg ezt tapasztaljuk, hogy megválaszolunk egy kérdést, és egyszer csak felbukkan még 10 újabb kérdés, amikre ez az egy kérdés megválaszolása, ez így lehetőséget ad. Tehát láthatólag nincs még vége ennek a kutatásnak, sőt, exponenciálisan fejlődik a tudásunk a fekete lyukakról, és exponenciálisan nő az, ami érdekel is minket a fekete lyukakkal kapcsolatban. Úgyhogy, ha valaki úgy gondolja, hogy a mai előadás végére már mindent fog tudni a fekete lyukakról, akkor sajnos ki kell ábrándítsam, még mindig nem fogunk itt tartani. Én azt terveztem már, hogy hozok tényleg egy újabb csokorral nektek itt az érdekességekből és legújabb eredményekből, vagy kérdésekből, amiket a fekete lyukak kutatása felvet, és meglátjuk, hogy mit hozunk ki belőle. Na akkor, vágjunk is bele. A tavalyi évben nagyon szépen fel tudtam az előadás elejét fűzni egy vonalra, hogy a történelmi áttekintés, hogy hogyan jutottunk el egyáltalán addig, hogy a fekete lyukak tényleg valósággá váltak számunkra. A mostani előadásban nem tudtam egy ekkora nagy ívet adni az előadásnak, itt most különálló, külön egyes témákat hoztam nektek, ezeket fogjuk szépen sorba megnézegetni. Én még, mint mindig, Kistóth Ágnes vagyok az ELTE atomfizikai tanszékéről, és én leszek ma megint a idegenvezetőtök ebben a világban. Kezdjünk egy nagyon egyszerű témával, egy nagyon izgalmas témával. Fekete lyukak kontra sötét anyag. Ugye a sötét anyag egy olyan misztikus anyag, ami a nagy tömegét, az univerzum nagy anyagának a nagy tömegét kiadja. Én nem fogok nagyon részleteiben beszélni a sötét anyagról, ha valakit érdekel. DG-nek volt itt az Atom Chill keretein belül korábban már egy részletes előadás a témáról, ezt mindenkinek ajánlom. Nekünk most csak az a lényeg, hogy van valami, amit nem látunk, amit sötétnek nevezünk pont emiatt, és nagyon nagy tömeggel rendelkezik szanaszét az univerzumban. A másik oldalról meg ott vannak a fekete lyukak, amikről azt tudjuk, hogy hát nem látjuk őket, szó szerint láthatatlanok, és amúgy nagy tömeget tudnak magukba elnyelni, hát akkor felmerült a kérdés, hogy nem lehet, hogy valami kapcsolat van ez a kettő között. Hát olyan, az egyik is olyan sötét és misztikus, a másik is. Mi lenne, ha egyszerűen csak fekete lyukak alkotnák a sötét anyagot? Ha erre gondolunk, akkor igazából egyből ez jut eszünkbe, hogy hú, hát ez milyen egyszerű és nagyszerű megoldás. Vajon miért nem gondoltak erre a kutatók? Hát probléma már meg is lenne oldva. Annyit elárulok, hogy gondoltak rá, úgyhogy vizsgáljuk meg, hogy tényleg mire jutottak, vagy mire lehet jutni, hogyha ezt a kérdést megnézzük közelebbről. Ahhoz, hogy valami sötét anyag legyen, vagy teljesítse ezt a feltételeket, mint azt mondhassuk rá, hogy ő alkotja a sötét anyagot, néhány feltételnek teljesülnie kell. Az egyik, hogy például ki kell tudni adnia azt az anyagmennyiséget, amit látunk magunk körül. Ugye ezt az ábrát biztos sokan láttátok, az univerzum jelenlegi tudásunk szerint nagyrészt az egy misztikus sötét energiából áll, ezt most tényleg nem fogjuk ezt a témát abajgatni. Ezen kívül van sötét anyag, meg az általunk ismert normál anyag, ez a normál anyag, meg látható anyag, ez a csillagokat tartalmazza, a csillagok közötti térben, a gázokat, porokat, mindent, amit úgy hagyományosnak tekinthetünk. Látszódik az ábrán, hogy a sötét anyag az kb. Ötszörös mennyiségben van jelen, ugye a normál anyaghoz képest, tehát valaminek ekkora mennyiséget, ekkora tömeget ki kell tudnia adni. Mi az, amit még teljesítenie kell? Az eloszlását, hogy hogyan oszlik el a sötét anyag az univerzumban. Például, hogyha a tejútrendszert nézzük, a tejútrendszerben, a tejútrendszer dinamikai vizsgálatából az látszódik, hogy... Tessék? Ja, bocsánat, azt hittem, hogy van valami kérdés vagy észrevétel. Tehát, hogyha ránézünk erre az ámlára, azt látjuk, hogy a sötét anyag az nem csak úgy a tejútrendszer korongjában van, vagy mondjuk bizonyos pontokon, hanem azt tapasztaljuk, hogy a sötét anyag egy ilyen halót alkot a tejútrendszer körül. Tehát egy még nagyobb kiterjedésben, mint ahogyan a csillagokat, a gázokat látjuk, egy hatalmas nagy burokban körbeölelik, vagy körbe kell, hogy ölelje a tejútrendszert.
Hogyha még egy kicsit távolabbról ránézünk az univerzumra, akkor egy kb. Így néz ki az univerzum, ugye a nagy skálás szerkezete, tehát a galaxisok, galaxis halmazok ilyen szálakba rendeződnek, csomópontokba gyülekeznek össze, és ezt a szerkezetet is a sötét anyag alakítja ki. Ő az, aki a nagyobb tömegű, ő jelöli ki ezeket a szálakat és csomópontokat, igazából a látható anyag, a csillagok, a galaxisok, azok csak elhelyezkednek ezekben a szálakban és csomópontokban. Tehát amit szeretnénk egy sötét anyagtól, hogy ezeket a tulajdonságokat, amiket látunk magunk körül, ezt visszaadja. Most mi a helyzet a feketélyukakkal, amiket ismerünk? Egyetlen egy olyan módszert ismerünk, vagy metódust, amivel feketélyukat tudunk kreálni az univerzumba. Méghozzá, hogyha van egy nagy tömegű csillag, akkor ugye a nagy tömegű csillag az életét egy szupernova robbanásban fejezi be, és ami visszamaradt csillagmag, hogyha elég nagy tömegű, legalább 3 naptömeggel rendelkezik, akkor saját magába omlik, gravitációsan összeomlik, és feketélyukat kapunk. Na, ezt a módszert ismerjük, ahogyan kreálhatunk feketélyukat az univerzumba. Most kérdés az, hogy kreálhatunk ezzel a módszerrel annyi feketélyukat, ami visszaadja a sötét anyag mennyiségét. Most van egy jó elképzelésünk arról, hogy az univerzum kezdete óta, ezt a képet is szerintem már sokan láthattátok, ott látszódik az egyik oldalon, bal oldalon a Big Bang, az ősrobbanás, látszódik, hogy utána volt egy hirtelen tágulás, aztán fejlődött az univerzum, megszülettek az első csillagok, létrejöttek a galaxisok, és így tovább. Van erre egy nagyon jó modellünk, hogy ez hogyan történhetett, tehát van egy elég jó rálátásunk arról, hogy kb. Mikor születtek az első csillagok, mennyi csillag született, mekkora tömegű csillagok születtek, és hogyan fejlődött az univerzum. Most ha erre ráillesztjük azt, hogy akkor ezekből a nagy tömegű csillagokból mennyi fekete lyuk keletkezhetett, vagy mekkora tömeg lehet a fekete lyukakban, amik ezt a fejlődést történetet kísérték, akkor azt látjuk, hogy közel sincsen elég csillag. Nem volt elég, nem keletkezett elég nagy tömegű csillag az univerzumban, hogy ekkora mennyiségű tömeget generáljon nekünk fekete lyukakból, mint amennyit a sötét anyagban látunk. És van egy másik akadály is, ami miatt nem lehet csak úgy sötét anyagot kreálni ezekből. A másik az, hogy ez a nagyskálás szerkezet, ez a szálas csomós szerkezet, ez úgy látszik, tehát számunkra úgy tűnik, és minden jel arra mutat, hogy ez már azelőtt elkezdett kialakulni, mielőtt akár az első csillagok megszülethettek volna. Tehát ez a szerkezet, ez a szálasodás, csomósodás, ez már azelőtt elkezdődött, mielőtt egyáltalán csillagok, galaxisok létrejöttek. Tehát hogyan történhetett volna mindez, hogyha a csillagok végtermékeiből születik maga a sötét anyag? Tehát azt mondhatjuk, hogy a sötét anyag valószínűleg már előbb létezett, mint az első csillagok. Na akkor megállt a történet, hiszen azt láttuk, hogy nem lehet sötét anyagot generálni fekete lyukakból. Most itt akár be is fejezhetném, de én szeretek úgymond izgalmasabb elméletekkel is eljátszani, úgyhogy hoztam nektek egy kis gondolatcsokrot. Mi van akkor, hogyha mégis valamilyen úton módon tudnánk fekete lyukakból sötét anyagot generálni? Hát ehhez egy kicsit másik témához kell nyújnunk, ugyanis hagyományos módon generált fekete lyukak nem alkothatják a sötét anyagot. Viszont van egy olyan elmélet, ami szerint elképzelhető, hogy léteznek úgynevezett primordiális fekete lyukak. Ez a név, ez ne ijedjetek meg tőle, ez csak arra utal, hogy olyan fekete lyukak, amik az univerzum kezdetének kezdetén, tehát a legkorábbi időszakban születtek, kb. Mondjuk még mielőtt az univerzum egy másodperc életet megélt volna, már azelőtt létrejöttek ezek a fekete lyukak. Előre szólok, nem tudjuk, hogy léteznek ilyen úgynevezett primordiális fekete lyukak, viszont most megvizsgáljuk azt a kérdést, hogy egyáltalán mi utal arra, vagy hogyan lehetséges az, hogy esetleg előfordulhatnak ilyen primordiális fekete lyukak. Tehát az univerzum kezdetének kezdetéről beszélünk. Az univerzum kezdetének kezdetén mindenki tudja, hogy az univerzum nagyon sűrű volt, nagy tömeggel rendelkezett. Most akkor itt egyből megállhatunk egy pillanatra. Ugye mindenki azt gondolja, hogy a fekete lyukakhoz mi kell, hogy nagy sűrűségű anyagot tuszkoljunk egy kicsi helyre. Hát akkor az univerzum a kezdetek kezdetén nagy tömeggel rendelkezett, nagyon sűrű volt. Felmerült a kérdés, hát miért nem omlott egyáltalán össze egy hatalmas nagy fekete lyukba az egész univerzum? Ez egy abszolút valid kérdés, de van rá válasz, hogy miért nem. Képzeljük el, hogy nem csak az kell, hogy bizonyos sűrűséget elérjünk ahhoz, hogy mi feketéket generáljunk. Tegyük fel, hogy van egy anyag, ami ilyen nagyon homogén eloszlású, egyenletes eloszlással rendelkezik a tér minden pontján. Ha egy ilyen homogén anyagot tekintünk, ez bizony nem fog tudni összeomlani feketélyukká sehol, annak ellenére se, hogy mondjuk elér egy bizonyos kritikus sűrűséget. Mert tekintsük egy adott pontot ebben a térben, az az adott pont minden irányból ugyanolyan gravitációs vonzó erőt hat, tehát merre induljon el, merre omoljon össze ez az anyag. Ahhoz, hogy tényleg feketélyukat tudjunk generálni, nem elég, hogy legyen nagy sűrűségünk,
Igazából az kell nekünk, hogy sűrűség különbség legyen. Legyen egy olyan pontja az univerzumnak, ahol nagy a sűrűség, míg körülötte kicsi a sűrűség. Ebben az esetben ez a nagyobb sűrűségű csomópont, ez össze tud omlani egy fekete lyukká. Viszont ha mindenhol homogén az anyag eloszlása, akkor sajnos ez nem történik meg. Volt egy másik olyan tényező, ami nehezítette a fekete lyukak kialakulását az univerzum kezdetén. Ez pedig az, hogy a leges-legelső időszakban volt egy úgynevezett ilyen inflációs korszak, amikor nagyon hirtelen, nagyon nagyot tágult az univerzum. És ahhoz, hogy mondjuk fekete lyukak kialakulhassanak ebbe a korszakba, az a gravitációs vonzóerőnek, az összeomlás vonzóerőnek ellensúlyoznia kellett volna ezt a hirtelen tágulást is. Tehát az, hogy az univerzum valamennyire homogén volt, meg hogy volt egy hirtelen tágulás, ez mind-mind azt eredményezte, hogy nem tudott csak úgy összeomlani egy fekete lyukká az univerzum, és ennek mi nagyon örülünk, mert ennek köszönhető, hogy itt vagyunk. Viszont egy csomó olyan elmélet van, ami megpróbálja ugye leírni, hogy hogyan is nézett ki a kezdetek kezdetén az univerzum, és a legtöbb arra utal, hogy volt egy bizonyos sűrűségfluktuáció már akkor. Tehát azért homogén volt, de nem tökéletesen homogén az anyag. Voltak benne sűrűsödések, sűrűsödő csomópontok, meg kevésbé sűrű részek. Tehát volt egy ilyen úgynevezett fluktuáció, sűrűségváltozás az univerzumban, és olyan elméletek, amik ezt a korszakot leírják, nagyon sokszor megengedik azt, hogy fekete lyukak létrejöjjenek ebben az időszakban. Maga az egész univerzum nem omolhatott össze egy fekete lyukkal, de megengedi az elmélet, hogy akár létrejöhessenek kisebb méretű fekete lyukak. Azt, hogy mekkorák ezek a fekete lyukak, amik esetleg ebben a primordiális korszakban keletkezhettek, ezt igazából azért nem tudjuk, mert több különböző elmélet is van, amik megengedik fekete lyukak létrejöttét, és nem tudjuk, hogy melyik valójában az igazi. Viszont az mindegyiknél úgy nagyjából megfelel, hogy vagy nagyméretűek, vagy közepes, vagy kicsi fekete lyukak jöttek létre, de nagyjából egy súlycsoportban, egy kategóriában. Viszont van olyan elmélet, ami kicsi, ilyen grammos méretű fekete lyukakat generál, meg van olyan is, ami 10 000 naptömegű fekete lyukakat generált ebbe a kezdeti korszakba. Szóval elég széles skálán lehetségesek ezek a primordiális fekete lyukak. Most egyelőre még nem eldöntött kérdés, hogy léteznek-e ilyenek, mert még eddig nem találtunk semmi ráutaló jelet, hogy ezek létező objektumok, úgyhogy ez még mindig várat magára a jövőben, ez egy kérdés. Viszont amit már most meg tudunk így vizsgálni, hogy ha léteznek ezek a primordiális fekete lyukak, vajon alkothatják-e a sötét anyagot, vagy sem. Úgyhogy nézzük még, kezdjük a nagyon nagy tömegűektől. Tehát tegyük fel, hogy olyan nagy tömegű fekete lyukak keletkeztek az univerzum kezdetén, amelyekből akár a mai korszakra, ugye utána még összeolvadással, táplálkozással nőhettek tovább a mai korszakra, ilyen úgynevezett szupermasszív nagy tömegű fekete lyukak, vagy nagyon nagy tömegű fekete lyukak keletkeztek. Egyébként a terminológia, hogy szupermasszív fekete lyuknak hívjuk őket, vagy szuper nagy tömegű fekete lyuknak, ez még nem eldöntött a magyar nyelvben, úgyhogy egyelőre én valószínűleg ezt a két szót váltogatni fogom, majd megvárom, amíg ténylegesen bekerül a szakgyűjteménybe, hogy melyik a helyes magyar nyelvi kifejezés. Na, akkor tegyük föl, hogy ilyenek jöttek létre. Ez egyébként egy valid, vagyis hát mondhatni, hogy vizsgált terület, hogy lehetnek esetleg ezeknek a nagy tömegű fekete lyukaknak az ősei valóban primordiális fekete lyukak, hiszen az, hogy hogyan nőttek ilyen nagyra ezek a fekete lyukak, a mai napig nem eldöntött kérdés, ez az egyik lehetséges válasz. Viszont a kérdés, hogy ha már léteznek ilyenek, és mondjuk ilyen nagyra nőttek, lehet-e belőlük annyi, hogy sötét anyagot alkossanak? Most a helyzet az, hogy hol tudjuk, hogy léteznek ekkora fekete lyukak, viszont nem látunk máshol ilyet, csak is galaxisok középpontjában. Ennek nagyon egyszerű oka van. Tegyük fel, hogy egy ilyen fekete lyuk, egy ilyen szuper nagy tömegű fekete lyuk megjelenik valahol a galaxisban, és ott mándorol körbe-körbe. Akkor ő nem fog ott maradni csak úgy, ugyanis ahogyan megy, körülötte ugye találkozik más csillagokkal, nem az történik, amire elsőből gondolunk, hogy akkor mindent benyel és elkezdi a csillagokat megenni. Nem, a helyzet az, hogy ezeket a csillagokat szépen kilögdösni a galaxisból mindenfelé, mivel ő a nagyobb golyó, úgymond a rendszerben, és ezzel energiát veszítene, és szépen bespirálozódna a galaxis közepébe. Tehát nem hiába vannak azok a nagy tömegű fekete lyukak ott a galaxis közepén, nem azért van ez, mert ők forgatják magát az egész galaxist, azért van, mert egyszerűen a nagy tömegű fekete lyukak szeretnek besüllyedni a középpontba, a mélypontba. Tehát mindenképpen ezeket a fekete lyukakat nem várjuk máshol, csak is a galaxisok középpontjában, és pontosan emiatt nem tudják visszaadni ezt az eloszlást, amit mondjuk a sötét anyag esetében látunk, hogy nem tudnak visszaadni egy ilyen halót, sötét anyag halót a galaxisok körül. Tehát őket kizárhatjuk, mint sötét anyag.
Nézzük meg a közepes fekete lyukakat. Ugye vannak ezek a közepes méretű fekete lyukak, és igazából a csillagméretű fekete lyukaknál is, mondjuk a 10 és 100 ezer ugye naptömegű fekete lyukak közötti tartományt. Ha nézzük, ez egy elég széles tartomány. Ezen belül viszont már ezek a fekete lyukak nem feltétlenül automatikusan süllyednének le a galaxis közepébe, tehát elképzelhető, hogy egy ilyen nagyobb galaxis körül halót tudjanak alkotni. Csak hogy nekünk nem csak nagy méretű galaxisaink vannak, hanem vannak úgynevezett törpe galaxisaink is. Márpedig egy törpe galaxisban ezek a fekete lyukak ugyanúgy besüllyednének középre, mint ahogy a szuper nagy tömegű fekete lyukak a nagyobb galaxisokban. Ez viszont egy olyan effektus lenne, amit mi látnánk. Tehát meg tudnánk figyelni törpe galaxisokban, hogy középen a fekete lyukak összesűrűsödnek, kicsit kijebb tolják a csillagokat, tehát megváltoztatnák a struktúrájukat. Erre viszont nem látunk rá utaló jelet, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ezt kizárhatjuk szintén. Van egy másik oka annak, amiért kizárjuk ezt a mérettartományt, mint sötét anyagot. Ez pedig az, hogy látunk kettős csillagokat. A kettős csillagok elég nagy száma vannak jelen. A kettős csillagok megléte az azért gátolja ezeknek a fekete lyukaknak a sötét anyagból, tehát, mert hogyha nagyon sok ilyen közepes méretű fekete lyuk kavírnyálna és vándorolna a galaxisokban és a ilyen halóban, akkor ezek pillanatok alatt szétkapnák a kettős csillagrendszereket. Tehát a kettős csillagrendszerek azért nem annyira nagyon vannak együtt, tehát őket könnyű szétkapni, egy picit arra járó fekete lyuk a gravitációs vonzásával már is megbolygatná a rendszert. Az, hogy nagyon nagy mennyiségben látunk kettős csillagokat, és sajnos megint azt mondja, hogy ez a mérettartomány, ez nem lehet sötét anyag. Menjünk még kisebb mérettartományok felé. Nézzünk olyan fekete lyukakat, amelyek egy holdtömeg vagy 10 naptömeg közötti fekete lyukak. Most, mivel egyre kisebb fekete lyuk méreteket nézünk, ahhoz, hogy visszaadják azt a sötét anyag mennyiséget, amit mi keresünk, egyre nagyobb mennyiségben van szükségünk. Ezekből már, mint látjátok, legalább egy, de akár egy millió is jutna egy darab csillagra a tejútrendszerben. Most mennyi csillag van egyáltalán a tejútrendszerben? Olyan 400 milliárd körül. Most akkor ehhez képest szorozzuk még fel egyel vagy egy millióval. Ennyi fekete lyuk lenne ebből a mérettartományból. Most ez a mérettartomány pont jó arra, hogy megfigyeljük gravitációs lencse hatásuk által. Ugye a tavalyi előadásban volt szó, hogy ez egy lehetséges módszer, ahogyan fekete lyukakat tudunk találni és megfigyelni, hogy elhaladnak egy távoli fényes objektum előtt, és hirtelen egy pillanatra ugye felerősítik a fényüket. Hát ezt a gravitációs lencse hatást, ezt monitorozzák körbe mindenfelé, és hogyha ennyire sok, tehát 400 milliárd vagy akár 400 billiárd fekete lyuk lenne a galaxisunkban, akkor ezeknek a lencse hatásoknak a száma nagyon megnőne. Nagyon sok ilyen gravitációs lencsézést tudnánk megfigyelni. Márpedig nem látunk annyit, amennyire szükség lenne. Tehát nagyon komoly égbolt felmérések vannak, ahol ezt a hatást figyelik, és vannak ilyenek, tehát van valamennyi fekete lyuk, vagy akár más ilyen kompakt objektum, ami gravitációs lencse hatást idéz elő, de közel sincs annyi, amennyire szükségünk lenne. Tehát újra itt jött a dolog, nem lehet sötét anyag ez a mérettartomány. Menjünk még kisebbek felé. Nézzünk olyanokat, amelyek nagyobb aszteroida, kisebb hold közötti tömeggel rendelkeznek. Na hát ezek rá már, amint látjátok, tényleg nagyon-nagyon sok, tehát egy darab csillagra milliárd vagy akár trilliárd darab ilyen fekete lyuk jutna. Tehát rengeteg nagy számban ugye itt közönlenének körülöttünk a galaxisban. Most mi lenne ennek az eredménye? Tegyük fel, hogy ha ilyen nagy számban vannak jelen, akkor viszonylag gyakran beleütköznének mindenféle másik csillagokba. Tegyük fel, hogy egy ilyen fekete lyuk találkozik egy fehér törpével. Most a fehér törpén, mint kése vajon szaladna át pillanatok alatt, ő neki nem sok baj lenne, viszont a fehér törpében ez akkora, hogy mondjam, traumát okozna, hogy szegényem egy szupernova robbanásban gyorsan befejezni az életét. Másik lehetőség mondjuk, hogy találkozik egy neutron csillaggal, és a neutron csillagnak már nagyobb a gravitációs vonzó ereje, arra jár egy fekete lyuk, az már nem szalad át rajta, mint kése vajon, megakad benne. Fennakad. Viszont ebben az esetben meg belülről falná fel ezt a neutroncsillagot, és fekete lyuk lenne belőle. Ez még önmagában nem gond, viszont, hogyha ez igaz, akkor nagyon sokszor kéne látnunk ilyen fekete lyuk indukált a szupernova robbanásokat, nem látunk ennyit, illetve nem kellene annyi neutroncsillagot látnunk, mint amennyit látunk, mert pedig mi sokat látunk, úgyhogy ez megint azt mondja nekünk, hogy nincs ezekből a fajta fekete lyukakból, már ha léteznek, elég ahhoz, hogy sötét anyagot alkothassanak. Na akkor menjünk még kisebb tartomány felé. Kevesebb, mint 1 billió kilogramm tömegű fekete lyukak. Ez egy nagyon egyszerű és gyorsan lezárható téma, ugyanis
Ha ezek egy ekkora méretű fekete lyuk az univerzum kezdetén keletkezett, akkor, mint tudjuk, hát igazából feltételezzük, Hawking-sugárzással a mai napra már réges-régen elpárolgott volna. Ugye a Hawking-sugárzás az egy olyan folyamat, amivel a fekete lyuk elpárolog, elveszíti az energiáját, tömegét, és végül eltűnik. Tehát ez egy olyan folyamat, ami egy ekkora tömegű fekete lyuknál a mostani életkorra, az univerzum mostani életkoráig már lezárult volna, tehát ezek a fekete lyukak ma már nem létezhetnek, emiatt kizárhatjuk őket, mint sötét anyag. Na hát akkor azt mondhatjátok, hogy jó, hát akkor ez nem volt túl izgalmas, hát kizártunk mindent. Azért van kettő darab kiskapunk, úgyhogy még elmondom nektek a két kiskaput. Az egyik kiskapu az az, hogy a Hawking-sugárzást, ha feltételezzük, hogy igaz, a tavi előadásban is mondtam, hogy nem feltétlenül tudjuk, hogy mi történik akkor, amikor a Hawking-sugárzással elveszíti egy fekete lyuk a tömegének a nagy részét, és eljut abban a mérettartományba, ahol a Schwarzschild-sugara, ugye az esemény horizont nagysága, már megegyezik a Planck hossza 10-35 méterrel. Ebben a mérettartományban igazából az a helyes megfogalmazás, hogy nem tudjuk, hogy mi történik. Még nincs rá matematikai modellünk, és emiatt nem lehetünk teljesen biztosak benne, hogy ez az utolsó elpárolgás a feketőknek megtörténik. Elképzelhető, hogy marad egy pici Planck méretű fekete lyuk maradvány, ezt úgy hívják, hogy Planck relikvia. Persze mondom, amint többet fogunk tudni ezekről az elméletekről, talán több választ tudunk adni, hogy tényleg léteznek ilyenek, vagy nem. Viszont, ha feltesszük, hogy akár létezhetnek ilyenek, akkor ők egyébként egy tökéletes sötét anyag jelöltek lehetnek. Hiszen nagyon-nagyon picik, 10-35 méter méretűek, egy atom magnak a méret az 10-15, ez annál 20 nagyságrenddel kisebb. Igazából nem sok vizet zavarnának, hiába lenne körülöttünk egy ilyen, annyira mikroszkopikusan kicsi az esélye, hogy bármivel összetalálkoznak ilyen pici mérettartományon, hogy bármit el tudnának nyelni, hogy nem igazán tudnának nagyobbra nőni, ha egy kicsit is mondjuk mázliukra találnának valamit, amit elnyelnek, vagy összetalálkozik két ilyen feketők, akkor még pillanatok alatt ugye Hawking-sugárzással a fölösleges energiát elpároktatnak, és visszatérnének ebbe az alapállapotba. Tehát láthatatlanok lennének, lehetnének nagy számban jelen, nem szeretnének kölcsönhatni se az anyaggal, se egymással, tehát alapvetően, amit a sötét anyagtól elvárunk, az igazából teljesítik. Tehát ez egy lehetőség, egy kis érdekességképpen kiszámoltam, viszont mivel nagyon-nagyon pici tömegekről beszélünk, ahhoz, hogy ezt a hatalmas nagy sötét anyag mennyiséget visszaadják, tényleg rengetegről kell beszélnünk itt, és így gyors körülbelül számolással kiszámoltam nektek, Magyarországon kb. 200 darabnak kellene lenni egy ilyen Planck relikviából. Úgyhogy házi feladat, megkeresni mindet, de legalább egyet, azzal már előrébb lépnénk itt a tudományos területen. Na akkor, van még egy másik kibúvónk igazából, ezt a mérettartományt itt ügyesen az előbb kihagytam nektek, a billió és 10 trillió kilogramm közötti vagy fekete lyukak. Ez ilyen nagyjából aszteroida méret, kisebbtől nagyobbik közepes aszteroida méretek. És a helyzet az, hogy ők már elég nagyok ahhoz, hogy még Hawking-sugárzással ne párologítak volna el, ugye mostanáig, viszont nem elég nagyok ahhoz, hogy ilyen randalírozást csapjanak, hogy fehér törpéket robbantanak fel, meg neutroncsillagokból fekete lyukakat csinálnak. Tehát ők egy köztes tartomány, amit eddig még nem tudtunk igazából kiszűrni, hogy lehetnek-e, létezhetnek-e, vagy hogy alkothatják-e a sötét anyagot. És akkor vizsgáljuk meg, hogy ha ők alkotják a sötét anyagot, ez ránk nézve mivel járna, kellene mondjuk félnünk tőlük, vagy sem. Ha megnézzük így a tejútrendszerben, kb. Trillió kilogramm sötét anyagnak kell lennie, most ezekből az apró fekete lyukakból kb. Egy vagy akár egy millió fekete lyuk is lehet itt a naprendszeren belül. Ugye azért ilyen széles a skála, mert tényleg a mérettartomány is elég nagy, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mekkora. Tehát ez minden esetre az feltételezhető, hogy időről időre azért a Föld közelébe is kerülne egy ilyen fekete lyuk, sőt, feltételezhetjük, hogy időről időre a történelmi korokban valamikor akár ütközött is a Föld, vagy ütközhet egy ilyen fekete lyukkal. Kérdés, hogy mi történik akkor? Azt, hogy milyen gyakran történik ez, hát ezt nehéz megbecsülni, ugye a mennyiségtől is függ, akár 1000 évente, akár millió évente, de időről időre akár előfordulhat egy ilyen ütközés. Most szerencse az, hogy félni nem kell. Tehát nem fogja mondjuk a Földet egy ilyen találkozás felrobbantani vagy elpusztítani. Ezek olyan fekete lyukak, amelyeknek az esemény horizontjának a mérete az ilyen atom vagy atommag méretű, tehát nagyon pici. Nem azt mondom, hogy lokálisan nem okozna problémát, de a Föld igazából
nagyon könnyen egybe maradna. Tegyük fel, hogy ütközik egy ilyen fekete lyukkal, mint kés a vajon, szépen átmegy rajta. Mi az, amit tapasztalhatnánk ebből, vagy láthatnánk? Amikor ez a fekete lyuk belép a légkörbe, akkor igazából ott elkezdheti akretálni a légkörnek az anyagát. Ugye tudjuk, hogy egy fekete lyuk akkor válik igazán láthatóvá, amikor van anyag, amit el tud nyelni. Ha van anyag, amit el tud nyelni, akkor kialakul egy akréciós korong, ami aztán súlódás miatt nagyon felízik, és nagyon látványos jelenséget tud produkálni. A légkörbe belépéskor egy ilyen fekete lyuk is ezt tudná produkálni. Tehát igazából egy egész nagy erejű robbanás, akár néhány száz ilyen atombomba robbanásnak megfelelő energiájú robbanás tapasztalható itt a légkörben. Ugyanez a másik oldalon, ugye, amikor elhagyja a Földet szintén. Tehát abban az esetben, ha meg tudnánk figyelni egy ilyen párban érkező robbanást a Föld két pontján, az egészen ráutaló jel lenne arra, hogy áthaladt itt egy fekete lyuk. Egyébként ez nagyon, hogy mondják, ez konspiráció elméletes, de azért elmondom, van egy ilyen elképzelés, hogy 1908-ban volt Szibériában egy olyan légköri robbanás, amit azóta se tudtak pontosan megmagyarázni, tehát egy hatalmas nagy lángcsóba érkezett, és az robbant fel a légkörben, és hatalmas nagy krátert hagyott maga után, és a mai napig nem teljesen tisztázott, hogy mi volt az oka. Nem állítom, hogy fekete lyuk volt, mert ezt azért szeretném hangsúlyozni. Ez egy ötlet, ami felmerült a kutatókban. Lehet, hogy egyszerűbb magyarázat volt, az minden esetre biztos, hogy akkora robbanás volt, amit a történelmi korok óta nem látott a Föld. Most sajnos nem láttunk egy párját a Föld másik felén, de ez nem jelenti azt, hogy nem volt, csak lehet, hogy pont nem volt ott senki, aki megfigyelje, de hogyha mondjuk lett volna egy másik párja, akkor az határozottabban segítette volna ezt az elméletet. Akkor sajnos egyelőre még nem tudjuk, hogy volt ilyen, de figyelhetjük ezt a jelenséget. A másik, amit figyelhetünk, hogy ha áthalad egy ilyen fekete lyuk a Földön, akkor ez bizony jól megrengeti a Földet. Tehát a helyzet az, hogy ez egy olyan földrengést okozna, amit nem csak lokálisan bizonyos helyeket, hanem az egész Földön tudnánk mérni és érzékelni. Egy ilyen teljes földre kiterjedő földrengés azért azt gondolom, hogy fel kell tenni az emberek figyelmét. Sajnos még ilyet se láttunk, úgyhogy nincsenek még bizonyítékaink. De mondjuk felmerült a kérdés, hogy oké, mostanában kevés a valószínűség, hogy most áthaladjon itt egy fekete lyuk, de lehet, hogy történelmi korokban régen történt ilyen. Hogyan tudnánk ennek a nyomait keresni? Amikor így áthalad egy fekete lyuk a Földön, akkor azért visz magával valamennyi anyagot, mondjuk néhány száz tonnányi anyagot így magával ránt, ami mondjuk a Föld méretét tekintve, meg a fekete lyuk tömegét tekintve is nagyon kicsi elenyésző, tehát meg se remegnének. Viszont például ez nyomot hagyhat, akár kőzetekben, akár kristályokban. Tehát elképzelhető, hogy egy ilyen áthaladásnak a nyomait, azt nem is fizikusok, hanem geológusok fogják majd megtalálni, és akkor ennyivel leszünk előrébb. És van még egy ötlet, hogy hogyan lehetne múltbeli korok becsapódásait esetleg megtalálni, ez pedig a Hold. Ugye a Hold az egy, azért, mert nincsen légkör, egy nagyon-nagyon jó ilyen történelmi matrica gyűjtemény, régi korok becsapódásainak emlékeit, krátereit a mai napig őrzi. Tehát a helyzet az, hogyha valamikor a múltban, az elmúlt 1000 milliárd évben egy fekete lyuk áthaladt a Holdon, akkor annak a nyomát esetleg a mai napig meg tudjuk találni. Vannak olyan fizikusok, akik ezt a kérdést vizsgálják, és például Almog Jelinevics és Matthew Kaplan csináltak egy szimulációt arra nézve, hogy hogyan néz ki, amikor egy aszteroida csapódik be a Holdnak a felszínébe. Ezt mutatja ez a videó. És összehasonlították azzal az elképzeléssel, egy olyan modellel, hogy mi történik akkor, amikor mondjuk egy fekete lyuk csapódik be, és halad át a Földnek a felszínén, és azt találták, hogy a két kráter az különböző lenne, amiatt, mert különböző mélységbe hatol, ugye az egyiknél csak tényleg a felszínbe csapódik, az aszteroida itt viszont egészen mélyre megy ez a fekete lyuk. Például ez egy olyan lehetőséget adna számunkra, hogy meg tudjuk különböztetni a két eseményt, a kétféle krátert egymástól. Tehát a jövőben, hogyha csinálunk mondjuk sokkal részletesebb térképet arról, hogy milyen kráterek vannak a Föld felszínén, akkor elképzelhető, hogy találunk nyomot erre. Ez még mind a jövő zenéje, tehát jelenleg hol tartunk. Léteznek-e primordiális fekete lyukak? A válasz az, hogy nem tudjuk. Alkothatnak-e primordiális fekete lyukak sötét anyagot? Nem valószínű, de ez is egy olyan kérdés, amire még mindig nem tudjuk a választ. Tökéletesen még nem tudtok kizárni, bár valószínű, hogy nem ez lesz a helyes válasz, de elgondolkodni rajta mindenképpen érdekes. Na akkor, az első résznek is a végére értünk, úgyhogy mindenki tarthat egy kis pillanatnyi szünetet. Én is iszok egy kortyot, hogy nehogy elfogjon a hangom.
Ez az első rész volt egyébként a leghosszabb, úgyhogy innentől már rövidebb fejezetek és epizódok jönnek. Na, akkor a következő témakör, amivel szeretnék foglalkozni, ez a forgó fekete lyukak és a fekete lyukaknak a forgása. A tavalyi előadásban is említettem, hogy ez a fekete lyukaknak ugye háromféle tulajdonságát szoktuk hangoztatni, van tömegük, van impulzus momentuk, tehát perdületük, illetve lehet akár töltésük. Ugye tavaly is említettem, hogy a töltés nem olyan, amit nagyon várnánk, viszont az első kettő az egy lényeges tulajdonsága lehet egy fekete lyuknak. És ha ránézünk erre a képre, akkor egyben látjuk, hogy itt valami történik, ugye ott az akretáló anyagban látszódik, hogy ott valami keringés van. Most szeretném hangoztatni, hogy ez a fekete lyukba beáramló anyagban ez az akréciós korongnak a keringése, az nem ugyanaz, mint magának a fekete lyuknak a forgása. Tehát fontos megkülönböztetnünk, hogy az, hogy hogyan kering az anyag, ami az akréciós korongban van, milyen síkban kering, az attól függ, hogy annak a beáramló anyagnak milyen impulzus momentuma, milyen perdülete van. A fekete lyuk forgása az pedig attól függ, hogy ő mondjuk a keletkezésekor, milyen anyagból keletkezett, annak milyen saját impulzus momentuma és milyen perdülete volt. Tehát a kettő bár kapcsolódik egymáshoz, de nem ugyanaz. Most beszéljünk magának a fekete lyuknak a forgásáról, tehát a fekete lyuknak a perdületéről. Ugye eleve azért várjuk, hogy a fekete lyukak rendelkezzenek impulzus momentummal vagy más néven perdülettel, mert hát ugye csillagok végtermékeiként keletkeznek. Most amikor egy csillag felrobban, maradott egy csillagmag, abból lehet fekete lyuk. A csillagok mindig forognak. Az univerzumban mindig vagy forog, vagy kering, mindennek van szinte valami impulzus momentuma. Tehát várható, hogy ennek az impulzus momentumnak egy részét ugye a fekete lyuk is megőrzi, tehát egyértelműen ő is fog rendelkezni valamekkora perdülettel, legalábbis ezt várjuk. És pontosan emiatt volt nagy előrelépés a fekete lyukak elméletének. Ugye a kutatásában az, amikor 63-ban Royker előállt egy olyan megoldással az Einstein egyenletekre, ami forgó fekete lyukat írt fel, mert ez sokkal reálisabbnak és valóságosabbnak tűnt, mint a Schwarzschild által felírt ugye álló fekete lyukaknak az elmélete. A mai napig egyébként ugye a Kerr-nek az elméletét használják a valódi fekete lyukak felírására és vizsgálatára. Azért itt felmerül a kérdés, hogy ugye azt mondtuk, hogy a fekete lyuk az egy olyan objektum, ami teljesen úgymond egy szingularitásba összeesik. És amit mi látunk belőle, az csak az esemény horizont, ami viszont csak egy látszólagos határ, ami mögé nem tudunk belátni. Akkor mégis hogy érzékeljük, vagy mi hogyan láthatjuk mi ennek a fekete lyuknak a forgását? Mi az, ami itt forog? Ugye ilyenkor az az egyszerű válasz van, hogy magának a téridőnek a forgását látjuk. A tér az, ami forog. Bármilyen forgó test, az magával rántja a teret és megforgatja maga körül. És egyébként ez nem csak a fekete lyukakra igaz, hanem bármilyen forgó testre. Egyértelmű, hogy mondjuk, ha én itt nekiállok forogni, azt nagyon nehéz lenne kimutatni, hogy én is magammal rántom a teret, de én is ezt tenném. Viszont mondjuk a Föld esetén már egyébként kimutatható az effektus. 2004-ben felküldték ezt a Gravity Probe nevezetű műholdat, és ennek pont ez volt a feladata, hogy megvizsgálja, hogy a Föld mennyire görbíti meg maga körül a teret, meg mennyire rántja magával a forgása közben a teret. És teljesen azt kaptuk, amit az általános relativitás elméletből várnánk. Egy évig fönt volt, gyűjtött az adatokat, utána még jó pár éven keresztül ezeket elemezték ki, de egyértelműen azt kaptuk vissza, hogy valóban a Föld meggörbíti maga körül a teret, és magával rántja a forgás közben a teret. Tehát mi kívülről így tudjuk tapasztalni, így tudjuk látni a fekete lyukaknak a forgását. Sőt, tavaly már ezt is mondtam, hogy ennek van egy ilyen érdekes tulajdonsága, vagy érdekes következménye, hogy van egy olyan régió a fekete lyuk körül, ahol egyszerűen a téridőnek, a térnek a forgása, az gyorsabb, mint a fénynek a sebessége, és ez az a hely, ahol ugye nem tudunk megállni, mert ha oda bekerülünk, akkor a fénysebességnél gyorsabban ránt minket magával a tér. Itt azért annyit megjegyeznék, hogy ugye azt mondtam tavaly is az előadás elején, és mindenki tudja a relativitás elmélet óta, hogy a fénysebességnél semmi nem mehet gyorsabban. Erre itt meg most azt mondom, hogy a fénysebességnél gyorsabban kering a tér. Azt hangsúlyozom, hogy az pontosság kedvéért ez úgy hangzik, hogy a térben semmi nem haladhat gyorsabban a fénynél. Nem juthat információ, se fény, se tárgy, se semmi, egyik pontból a másikba a fénysebességnél gyorsabban. Viszont maga a tér az haladhat gyorsabban a fénynél. A tér az tud áramlani gyorsabban a fénynél, tud tágulni gyorsabban a fénynél, tud keringeni a fénynél gyorsabban, tehát a térnek van egy ilyen kis hogy mondjam, ő az, aki csal az órán, így mondhatniuk. Tehát mindenki másra vonatkozik a szabály, te rá nem. Na akkor nézzük meg, hogy
a feketéknek ez a forgása, ez hogyan befolyásolja tényleg a közvetlen környezetét. Most először képzeljünk el egy feketőjük, ami nem forog, tehát ez itt egy álló feketőjük. Körülötte bándorol egy kis anyag, kialakít egy ilyen akréciós korongot. Erről már tavaly is beszéltem, hogy ilyenkor belül látjátok, van egy kis határ a feketőjük, ugye eseményhorizontja és az akréciós korong belső határa között. Ugye ez azért van, mert egy feketőjük körül is lehet stabil körpályára állni, viszont van ennek egy belső határ, egy úgynevezett legbelső stabil körpálya, amíg tudunk a feketőjük körül keringeni. Jól látszódik itt ezen a képen, ezt hívjuk úgy, hogy ISCO, mint Innermost Stable Circular Orbit, vagyis legbelső stabil körpálya. Ez ugye egy álló feketők esetén a Schwarzschild sugárnak, tehát az esemény horizont méretének ugye háromszorosánál van. Ezen belül nem lehet körpályára állni, és ezért van az, hogy az akretáló anyag, ahogyan szépen spirálozódik befelé, eddig a határig tud eljutni, és utána viszont már kicsit beljebb kerül, akkor már pillanatok alatt bespirálózódik a fekete lyukba. Hogyha viszont veszünk egy olyan feketőket, aminek van saját perdülete, tehát forog ő is valamilyen irányba, akkor ez meghatározza, vagy befolyásolja ezt a legbelső stabil körpálya helyzetét. Látjátok, előfordulhat olyan, hogy a feketőknek a saját perdülete az pont ellenkező irányú, mint az akretáló korongnak a perdülete. Ebben az esetben ez a legbelső stabil körpálya az kitolódik 9 Schwarzschild sugárig, tehát sokkal távolabb van ez az utolsó stabil körpályának a helye. Viszont abban az esetben, hogyha ugyanabban az irányba forognak, akkor ez egészen rá tud húzódni az esemény horizontra. Gondoljátok el, milyen izgalmas lenne egy ilyen nagyon erősen forgó feketőket úgy megnézni, hogy oda megyünk közel, és tényleg szinte az esemény horizontot megérintve körpályára tudnánk állni egy űrhajó, és aztán utána el tudnánk jönni a látottakkal, meg egy csomó információval. Viszont felmerül a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mennyi a maximális perdülete egy fekete lyuknak? Ugye itt most erről eddig nem beszéltem. És mi az első gondolatunk, hogy igazából miért lenne egy maximum a fekete lyukak perdületének? Ugye biztos, hogy mindenki ismeri ezt a jelenséget, amikor a jégtáncosok ugye úgy gyorsítják fel magukat, hogy behúzzák a karjukat, és akkor hirtelen felgyorsul a forgásuk. Ugye az impulzus momentum megmaradás miatt, ha behúzza a jégtáncos a karját, akkor felgyorsul. Most gondoljuk el, hogy ez mennyiben analógia a fekete lyukaknál. A fekete lyukak nagy csillagmagokból keletkeznek gravitációs összeomlással. Ez pontosan olyan, hogy kis helyre húzódnak össze, tehát pont olyan, mint amikor a jégtáncos behúzza a karját. Tehát borzasztóan fel kellene gyorsulniuk a fekete lyukaknak itt az összeomlás közben. És azt várjuk, hogy igazából ennek nincs felső határa, tehát az a kezdeti csillag is akármekkora perdülettel rendelkezhetett, ezt a fekete lyuk, miután behúzza a karét, akár még ugye felgyorsulva viszi tovább. Tehát azt gondoljuk, hogy igazából hol lenne ennek a felső határa? Nincs felső határa, bármekkora lehet. Viszont a helyzet az, hogy látjuk azt is, hogy minél jobban forog a feketőjük, annál jobban ráhúzódik ez a legbelső stabil körpálya az esemény horizontra. Ha túllép ez a feketőjüknek a perdület egy bizonyos határt, akkor az a helyzet, hogy ez a legbelső stabil körpálya, ez már bekerülne az esemény horizonton belülre. És milyen következményekkel járna ez? Oda mehetnénk egy űrhajóval, stabil körpályára állhatnánk az esemény horizonton belül, majd utána kis rakétagyújtással ki is jöhetnénk onnan. Ez azt jelenteni, hogy be tudnánk menni az eseményhorizont mögé, majd ki is jönnénk. Itt az ember már érzi, hogy itt valami gond van. Hát a helyzet az, hogy ez, ha ilyen lehetséges lenne, ezt hívjuk úgy, hogy mesztelen szingularitás jönne létre, tehát mi be tudnánk menni, kicsit körülnézni, megtekinteni ezt a szingularitást, aztán kijönni. És az a helyzet, hogy ez valahogy nem tűnik jónak. És mindennek ellent mond, amit magáról az eseményhorizontról, meg a fekete lyukakról tudunk. Ez ennyiért egy érdekes kérdés szerintem, mert a mai napig nem tudjuk, hogy milyen olyan folyamatok vannak, amik cenzúrázzák, vagy így befolyásolják a fekete lyukak perületének a maximumát, amik beállítják azt, hogy a fekete lyuk nem léphet egy bizonyos határon túl. Tehát azt mondjuk, hogy van egy ilyen felső határa a fekete lyukak perületének. Itt egyébként egy ilyen dimenziómentes pintparamétert szoktak használni, és ez a paraméter, ez 0 és 1 között mérhető, ugye a 0 azt jelenti, hogy nem forog a feketőjük, és az 1 pedig azt jelenti, hogy eléri a maximumát, tehát ez a legbelső stabil körpálya eléri az esemény horizontot.
Viszont az a helyzet, hogy nem tudjuk, hogy mi az, ami ki és hogyan és mikor szabályozza a feketékak perdületét, hogy ezt a határt túllépje, viszont nem látunk rá példát, hogy ezt valaha is túllépték volna, és egyszerűen annak a gondolata, hogy egy ilyen mesztelen szingularitás jön létre, egyszerűen nem tűnik jónak. Nagyon sokan, rengeteg fizikus egyetért abban, hogy az univerzum valahogyan cenzúrázza ezeket a mesztelen szingularitásokat, és mindenképpen, amikor megjelenne egy mesztelen szingularitás, oda rak elé egy eseményhorizontot, hogy na, ide ne nézzetek. Tehát van egy ilyen kozmikus cenzúra, amivel ezt meggátolja, és ez viszont azt eredményezi, hogy a fekete lyukak perdületének van egy elméleti felső határa. Egyébként annyit, hogy ez csak technikai részletkérdés, de mivel látjuk, hogy a fekete lyukak az akréciós koronggal megegyező és ellentétes irányba is foroghatnak, ezért nagyon sokszor -1 és 1 között használják ezt a spintmarométert, attól függően, hogy melyik irányba forog. Na, akkor felmerül a kérdés, hogyan tudnánk vizsgálni a fekete lyukaknak ezt a perdületét. Tehát, hogy például milyen irányba mutat a forgástengelyük, mekkora a perdületük, ezeket hogyan lehetne tényleg nekünk innen messziről ránézve megvizsgálni? Hát a válasz az, hogy nagyon nehezen, de azért vannak ráutaló dolgok. Van ezen a képen egy olyan dolog, amiről keveset beszéltem én is, meg keveset szoktak róla beszélni, csak azon kívül, hogy vannak, ezek a jetek. Ugye a jeteket megszoktuk, hogyha van egy ilyen akréciós korong, akkor általában arra merőlegesen láthatunk egy csomó képen jeteket. Most az az igazság, hogy azért is beszélünk róla keveset, mert a jetek kialakulásának a részletei az a mai napig nem teljesen tisztázott. Tehát vannak már körülbelüli modellek, és ezek is folyamatosan évről évre fejlődnek, de még mindig nincs egy teljesen tökéletes képünk arról, hogy hogyan alakulnak ki ezek a jetek. Az biztos, két dolog, hogy egyrészt köze van a mágnesességhez, a másik pedig nagyon úgy tűnik, hogy a jetek a fekete lyukak forgástengelyét jelölik ki. Tehát a jet iránya az azt mutatja meg, hogy az adott fekete lyuk forgástengelye az milyen irányba mutat. Hogy ez nem feltétlenül mindig egyezik meg az akréciós korong forgástengelyével, erre hoztam nektek egy érdekes példát. Képzeljünk el egy kettős csillagrendszert. Most tegyük fel, hogy az egyik idősebb a másiknál, nem idősebb, bocsánat, nagyobb tömegű, tehát hamarabb befejezi az életét, lesz belőle egy fekete lyuk. A társa egy idő után elér a vörös óriás állapotba. Ebben az állapotban, amikor az egyik egy fekete lyuk, a másik egy vörös óriás, ilyenkor előfordulhat, hogy a fekete lyuk anyagot nyel el a társától, a vörös óriás társától. Egy ilyen rendszert szúrtak ki nem olyan régen, 2022-es az eredmény. Amikor van egy ilyen rendszer, akkor az akréciós korongnak a síkját azt nagyon jól kijelöli a két objektum, a feketők és a vörös óriás keringési síkja. Tehát ebben a síkban várható az akréciós korong. Viszont érdekes módon ebben a rendszerben azt találtak, hogy a jetnek az iránya az viszont nem merőleges erre az akréciós korongra, hanem legalább 40 fokos szöget zár be vele. Tehát ez egy olyan esetet mutat, ami szokatlan, mert a legtöbb képen nem ezt látjuk, ahol az akréciónak a forgástengelye és a feketéknek a forgástengelye az nem egyezik meg. Egyébként azért is szokták úgy ábrázolni, hogy a jetek merőlegesek az akréciós korongra, mert azt várjuk az esetek nagy részében, hogy előbb-utóbb ezek beállnak egy irányba. Miért? Mert gondoljuk el, anyagot nyel el folyamatosan a fekete lyuk. Annak az anyagnak, az elnyert anyagnak az impulzus momentuma hozzáadódik a fekete lyuk impulzus momentumához, tehát előbb-utóbb azt várjuk, hogy ez a két tengely szépen közelít egymáshoz, és a legtöbb objektum esetén tényleg ez is tapasztalható, hogy a két forgástengely az egybeesik. Na akkor, tehát azt mondjuk, hogy a fekete lyukak forgás tengelyét esetleg a jetek alapján ki tudjuk szúrni. De hogyan tudnánk mondjuk megállapítani, hogy mekkora a perdületük, mennyire forognak gyorsan? Hát látjuk, hogy kapcsolat van a legbelső stabil körpálya és a fekete lyukak forgása között. Ez egy tök jó dolog, most már csak annyi kellene, hogy nekünk a legbelső stabil körpályát meg tudjuk mondani. A helyzet az, hogy vannak már erre módszerek, de azért annyit elárulnék nektek, hogy körülbelül ilyen adatokkal dolgoznak a csillagászok és az asztrofizikusok. Sajnos nem az van, hogy csinálunk egy fényképet, ahol tök jól látszódik, hogy mekkora ez a legbelső stabil körpálya, hanem általában van egy ilyen spektrum, egy ilyen adathalmaz, amiből kell nekünk az adatokat kiszűrni.
Úgyhogy mindenképpen értékeljétek ezeket a nagyon szép képeket, amiket végül aztán a közönség elé tárunk, mert ezek mind-mind rengeteg háttérmunkának az eredményei. Az a jó, hogy egyébként van egy csomó módszer, mert tehát ez most fejlődik, egyre több fekete lyuknak a legbelső stabil körpályát már meg tudjuk mondani, és így ezzel együtt a perdületüket is. Így ebben a dimenziómentes PIN paraméterben találtak már olyan feketéket, aminek 0,1-es a perdülete, meg olyat is, aminek 0,98, tehát szinte a maximumon pörög-forog. Én egy izgalmas és tök érdekes példát hoztam nektek, ami egy véletlen eredménye lett, hogy meg tudtuk mondani egy adott fekete lyuknak a perdületét. Ugye a tavalyi előadásban már említettem, hogy előfordul olyan, hogy egy fekete lyukhoz közel kerül egy csillag, és ez a csillagot szétrántja. A fekete lyuk ugye spagettifikálja, és aztán szépen elnyeli. Egy ilyen eseményt meg tudtak figyelni 2014-ben. Egy ilyen szupernova felmérés volt egyébként, csak aztán kiderült, hogy ez nem egy szupernova esemény volt, hanem egy ilyen spagettifikálódás. Most azt vették észre, hogy miután pár évig követték ezt az eseményt, hogy ezen a helyen 131 szekundumonként vagy másodpercenként periodikus felvillanásokat figyeltek meg a csillagászok. És ezt nagyon sokáig kutatták és gondolkodtak rajta, hogy ez mi lehet. A jelenleg az a legelfogadottabb elmélet, hogy ott volt ez a fekete lyuk, mindentől távol, békésen tengette az életét az univerzum egy pontján. De nem volt egyedül, körülötte keringett egy fehér törpe, egy apró csillag. Ez a fehér törpe nem volt elég nagy, hogy mi lássuk, meg ahhoz se volt elég nagy, hogy a fekete lyuk már spagettifikálja és szétszedje. Ha emlékeztek a tavalyi előadás, ott mondtam, hogy azon a ponton, ahol a nagy csillagot már széthúzzák az árapályelők, például nekünk embereknek még semmi bajunk nem lett volna. Ugyanez igaz, egy apró fehér törpét is békésen hagyott volna a fekete lyuk, és az tudott volna körülötte keringeni nagyon sokáig. Még nem arra járt ez a nagyobb csillag, amit aztán spagettifikált a fekete lyuk. Ezen a ponton a fehér törpe az egy akréciós korong belsejébe találta saját magát, viszont pont azért, mert ő egy ilyen csomósodás volt ebben az akréciós korongban, sokkal jobban izzott, mint a körülötte lévő akréciós korong, tehát egy ilyen hotspotot, egy forró pontot hozott létre az akréciós korongban, és ennek a periodikus felvillanását, ahogy szépen keringett a fekete körbe, ezt tudták megfigyelni. Azzal, hogy mekkora periódus idővel keringett, azzal meg tudták mondani, hogy mekkora pályán kering, és az viszont egy becslést adott arra nekünk, hogy mekkora a legbelső stabil körpálya itt a fekete körül, és így tudták például ennek a feketeknek a perdületét megbecsülni. Tehát azt mondták, hogy ebbe a spin paraméterben legalább 0,7, de még az is lehet, hogy látjátok 0,998 ennek a perdülete, tehát nagyon sok. Na jól van. Ez is egy izgalmas történet volt szerintem, és ha jól sejtem, akkor még egy fejezetnek a végére értünk. Úgyhogy egy újabb szusszanás, iszok egy kortyot. És akkor vágjunk bele a következő részbe. Ebben a fejezetben szeretnék egy kicsit a galaxisunk középpontjáról beszélni. Hogyha valaki esetleg járatos a csillagképekbe, az valószínűleg ismeri a nyilas csillagképet is. Én mondjuk nem, mert én mindössze ilyen elméleti asztrofizikus vagyok, aki 3 darab csillagképet ismer az égbolton, de nagyon sokan tudnak egy csomó csillagképet, például Norton, aki majd utána fog kísérletezni, biztos, hogy ezt felismerni. A nyilas csillagképnek az a nevezetessége, hogy pont kijelöli, hogy merre van a tejútrendszernek a középpontja. Ugye, hogyha távol megyünk a városoktól, a kicsi a fényszennyezés, és felnézünk a csillagos égboltra, lehet látni a tejútnak a csíkját, egy ilyen kicsit sötétebb csíkot ugye az égbolton, és meg kell keresni ugye ezt a nyilas csillagképet, aminek, mint megtudtam, egy része teljesen egy teáscsészére hasonlít. Bizonyos helyeken ezt nem is a nyilas csillagképnek, hanem a teáscsésze csillagképnek nevezik, sőt nem messze tőle van egy teáskanál is. És a teáscsészén, ahogy a teáskannának a csőre, viszont pont a tejútrendszer középpontja felé mutat. Így lehet könnyen gyorsan megtalálni, hogy merre is van a tejútrendszer közepe. Itt ezen a középpontban, mint tudjuk, van egy szupermasszív fekete lyuk, a Sagittarius A csillag nevű fekete lyuk. Erről tavaly már beszéltem, és azt is beszéltük, hogy hogyan fedezték ezt fel, vagy mi volt a legfontosabb bizonyítéka, hogy ott van egy fekete lyuk. Ugye évtizedeken keresztül vizsgálták a csillagoknak a mozgását körülötte, és ez alapján lehetett megmondani, hogy mekkora fekete lyuk található ott középen.
Most mai napon azért hoztam ezt, hogy beszéljünk erről egy kicsit, mert a tavalyi évnek egy nagy eredménye volt, hogy erről a fekete lyukról elkészült a fekete lyuk fotó. Ugye nem sokkal ezelőtt, 2019-ben készült el az M87 galaxis közepén lévő szupernagy tömegű fekete lyukról a fénykép, és most 2022-ben pedig a saját galaxisunk középpontjában lévő fekete lyukról is elkészült a fénykép. Felmerült a kérdés, hogy miért csak most? Miért egy távoli galaxis fekete lyukát fényképezték le először, és nem a saját galaxisunkban lévő fekete lyukat? Nagyon egyszerű erre a válasz. Ugye, mint mondtam, ez a tejútrendszer középpontjában van. A tejútrendszerben, a galaxis belsejében nagyon sok a csillagközi gáz, a csillagközi por. Ez kifejezetten igaz a tejútrendszer közepére. Tehát ahhoz, hogy ezt a fekete lyukat megvizsgáljuk, az az igazság, hogy keresztül kellett nézni egy csomó csillagközi gázon és poron. Tehát ez sokkal jobban el volt takarva, mint az a másik fekete lyuk, amelyik nem a tejútrendszer síkjában helyezkedett el, hanem attól távol, igazából a tejútrendszer síkjából kifelé kellett néznünk. Tehát sokkal kevesebb zavaró tényező volt. Volt egy másik oka annak, ami miatt ez az M87-es fekete lyuk jobb célpont volt. Ugye itt van egy ábra, ami azt mutatja, hogy érzékelteti, hogy kb. Mekkora a Sagittarius A csillag és az M87-ben található fekete lyuknak az átmérője a Földről nézve. Természetesen nem ekkora, mint ahogy itt az ábrán mutatom, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy az átmérő kb. Akkora, mint ugye egy fánk, vagy hogyha egy fánkra néznénk rá a hold felszínén, de az látszódik, hogy nincs nagy különbség a kettő között, az egyik egy kicsit nagyobb fánk, a másik egy kicsit kisebb fánk. Tehát ebből a szempontból az M87 nem sokkal kisebb, mint a Sagittarius A csillag, ezért nem is volt akkora gond mondjuk azt fotózni. Viszont a különbség az minek köszönhető? A Messier 87-ben a fekete lyuk az kb. 2000-szer távolabb van tőlünk. Viszont pont emiatt, mivel 1000-szer nagyobb is, ezért volt az, hogy körülbelül egyformának tűntek az égbolton. És viszont ez a méretbeli különbség az teljesen az eredeti fekete lyuk a között, ez nagyon fontos a fényképalkotás szempontjából. Tehát nézzük meg, az eredeti, az M87 eredeti méretben nagyobb, mint ez az esemény horizontja, mint maga a naprendszer. Most ehhez képest a Sagittarius A csillag, az kb. Egy ekkora kis picike pötty. Tehát ezred része. Na most miről is készül a fénykép? A fekete lyuk körül valami anyag kering, akretál, és abból az akrécióból származó fotonok, ilyen izzásnak a fénye az, ami ugye kering a fekete lyuk körül, és mi igazából ezt fotóztuk le. Most képzeljük el, hogy mennyi időbe telik, amíg az anyag mondjuk körben megkerüli ezt a Sagittarius A csillagot. Az igazság, hogy ehhez csak percek kellenek, igazából 4-30 percnek becsülték, attól függően, hogy mennyi ez a legbelső stabil körpálya, ezt ugye nem tudtuk még eredetileg, de a lényeg, hogy viszonylag rövid idő alatt az akretálanyag meg tudja kerülni a Sagittarius A csillagot. Az M87 esetén viszont ahhoz, hogy megkerülje az anyag ezt a feketékat, napok, sőt akár hetek kellenek. Ez teljesen más időtartomány, és most gondoljátok el, hogy a felvételeket, az esemény horizont teleszkóppal készült felvételeket, azt néhány egymást követő éjszakán, de órákon keresztül vették fel. Ez idő alatt igazából az M87 csillag szinte olyan volt, mint egy álló célpont, tehát meg sem mozdult, sőt, ugye nem volt por mögé bújva, tehát még sokkal könnyebb is volt megfigyelni. Ezzel szemben a Sagittarius A csillag az tényleg kicsit olyan, mintha egy izgő mozgó embert akarnál lefotózni ráadásul ködben. Tehát sokkal nehezebb dolgok volt itt a kutatóknak és tudósoknak. Egyébként annyit hozzáteszek, hogy mind a két fekete lyukról a felvétel, az anyagot, az 2017-ben vették föl, tehát ugyanakkor. Viszont ahhoz, hogy az M87-ről elkészülhessen a kép, csak 2 évre volt szükség. A Sagittarius A csillaghoz meg 5 év kellett ahhoz, hogy ezeket az adatokat feldolgozzák. Láthatjuk, hogy még így is, ezután a nagy erőfeszítés után is, a Sagittarius A csillagnak a képe egy kicsit homályosabb, mint a másiknak a képe, és pont amiatt, mert az ő szempontjából ez egy hosszú expozíció idejű felvétel volt. Mutatok erre nektek egy hétköznapi példát. Milyen egy hosszú expozíció idejű felvétel. Tehát egyszerűen a felvétel ideje az, hogy mennyi ideig készítettük a képet, az hosszabb volt, mint amennyi idő alatt változtak ott az események a Sagittarius A csillag körül. Ugyanez a hosszú expozíció idő magyarázza egyébként ezt a szerkezetet is, hogy látunk ilyen 3 fényes pontot. Látjátok a képen?
Na ez a három fényes pont, ez valószínűleg csak egy fényes pont. Valószínűleg volt egy ilyen hotspot fényes pont valahol az akréciós korongban, viszont ez folyamatos mozgásban volt, miközben a felvétel készült, és ezért tűnik úgy, mintha több helyen is megjelenne ugye a fekete lyuk körül. A másik, ami észrevehető ezen a felvételen, azon kívül, hogy tényleg vannak hotspotok, van egy olyan pont a Sagittarius A-csillag felvételén és a jobb felső sarokban, ami fényesebb, mint a másik kettő. Ugye ezzel szemben az M87-nél ugye a bal alsó sarokban van egy ilyen felfényesedés. Erről már szerintem tavaly is valamennyit beszéltem, hogy ugye itt az akréciós korongra ráláthatunk vagy oldalról, vagy szemből, hogyha úgy van, vagy valamekkora szögből. Viszont, hogyha az akretáló anyagot nézzük, amikor az akretáló anyag felénk közeledik, akkor fényesebbnek tűnik, mint amikor távolodik tőlünk. És ezt a fajta különbséget, hogy mikor jön felénk az anyag, és mikor távolodik, ezt a fényesség különbséget, ezt meg lehet látni ezeken a felvételeken. Ez segít abban, hogy kitaláljuk, hogy hogyan is forog, milyen szögből látunk rá erre a fekete lyukra és az akréciós korongra. Ugye az, hogy milyen szögből látunk rá, vagy ténylegesen mekkora a perdülete a fekete lyuknak, mekkora a perdülete az akréciós akretáló anyagnak, ezeket úgy szokták majd próbálni ráilleszteni, nem úgy, hogy ránézünk és látjuk, mert látjátok, ennyi látszódik, hanem különböző modelleket vesznek, különböző paraméterekkel, és megnézik, hogy melyek azok, amik a legjobban illeszthetőek a kapott eredményekre. Az M87 esetén egyébként az segítség volt, hogy körülbelül tudtuk már eleve, hogy milyen szögből nézünk rá. Ez azért volt így, mert az M87 központjában lévő fekete lyuk az egy úgynevezett aktív galaxis mag. Ez azt jelenti, hogy aktívan nyelel anyagot. A mi galaxisunk középpontjában a Sagittarius A-csillag, látjátok, le tudtuk fényképezni, van ott valami, de egyáltalán nem akkora mennyiségben nyelel anyagot, mint az M87. Az M87-nél nem csak, hogy nagyon nagy mennyiségben és nagyon fényes akréciós korong alakult ki, de egy jetet is meg lehet figyelni. Ugye ez a jet, ez igazából olyan, amit már 100 évvel ezelőtt kiszúrtak a csillagászok az égbolton. Már akkor látható volt a jet, vagy akkor észrevették, amikor még azt se tudták a csillagászok, hogy léteznek egyáltalán galaxisok a mi galaxisunkon kívül. Tehát ez egy látványos objektum volt. Ugye később aztán megtudtuk, hogy ez egy galaxis, azt is megtudtuk, hogy ez a vonal, amit látunk, az egy jet, ami a központi fekete lyuktól származik. Viszont, mivel ez a jet szinte felénk mutat, ez már egy ilyen ráutaló dolog volt, hogy akkor vajon milyen szögből nézünk rá ugye erre a fekete lyukra és az akréciós korongjára, és ez alapján ugye könnyen rá tudták illeszteni a modelleket, és meg tudták mondani, hogy igazából tényleg 17 fokos szögben látunk rá, és azt hiszem az óramutató járásával megegyező irányban kering az anyag itt körülötte. Most ezzel szemben a Sagittarius A-csillag esetén sokkal nehezebb dolgunk volt, mert egyáltalán nem volt ötletünk, hogy milyen szögből látunk rá erre a fekete lyukra. Ugye mi az alapelképzelés? Az embernek az első ötlete az, hogy hát biztosan oldalról nézünk rá, hiszen azt képzeljük, hogy a fekete lyuk, majd pontosan a fekete lyuk forgásának a tengelye, az szépen így merőleges a tejútrendszer korongjának ugye a keringésére. Most ez egy jó elképzelés, de mint láttuk, a fekete lyuk perdülete, tehát az, hogy merre van a forgástengely, sokszor még azzal sincsen összhangban, hogy a körülötte lévő anyag milyen irányba kering, nem áll még itt a galaxis keringésével. Tehát egyáltalán nem biztos ez a korreláció, sőt, ahogy körülnézünk a galaxisokba körülöttünk, az esetek nagy részében nem korrelál ez a kettő egymással. Úgyhogy igazából nem volt támpont, hogy milyen irányból induljunk ki, nagyon sokféle modellt leéreztettek, és egyébként azt kapták, hogy kb. Egy ilyen szögben áll, körülbelül 30 fokos szögben nézünk rá erre a Sagittarius A-csillagnak a akréciós korongjára. Úgyhogy ilyeneket lehet egy ilyen fotóból leolvasni, tehát hiába tűnik ez csak egy ilyen homályos fánknak a képen, azért azt hozzá kell tenni, hogy hatalmas nagy munka van mögötte, és rengeteg tudást és adatot tudunk kinyerni, és ezek az adatoknak a kinyerése még folyamatban van, tehát ez a mai napig vizsgálják, és várható, hogy egyre több és egyre izgalmasabb dolgokat fogunk majd megtudni ebből. Na akkor, megint tartok egy pillanatnyi szünetet, hogy nehogy elmenjen a hangom. Jön a következő téma. Bírjátok még? Kérdés lehetne közben egy kis kérdésképpen? Egy internetes kérdés érkezett. Igen? Lehet, hogy volt szó róla az előadásban, de lehet, hogy később megválaszolásra kerül, és azt mondja, hogy... Tehát úgy szól a kérdés Attilától, hogy miért meg tudják-e határozni a megfigyelésekben azt, hogy az objektum fekete
fekete lyuk, vagy eseményhorizont nélküli csupasz szingularitás? Vagy ezek elhatárolása mi a jövő zenéje? Az a helyzet, hogy egyetlen ráutaló dolgunk van most jelenleg, tehát az, hogy mekkora a fekete lyuknak a spinje. A fekete lyuknak ugye a spinje az függ attól, hogy, vagyis hát ez a perdülete, hogy akkor mekkora lesz a legbelső stabil körpálya, vagy hogy létezik-e akkor ilyen úgynevezett mesztelen szingularitás. Eddig egyetlen egy helyen se láttunk olyat, hogy ez a fekete lyuknak a perdülete átlépte volna ezt az elméleti küszöböt, tehát nem láttunk még ilyenre ráutaló jelet, hogy lenne és létezne ilyen mesztelen szingularitás. Egyelőre ennyire tudjuk elkülöníteni. Tehát még nem láttunk ilyet, és mondom, nagyon sokan egyetértenek azzal, hogy valamilyen úton módon az univerzum ez bizony cenzúrázza, és nem engedi meg számunkra. De ez még a jövő zené, hogy erre tényleg fontos választ tudjunk mondani. Na akkor, vágjunk bele a következő témában. Hawking sugárzásról már tavaly is beszéltem, most viszont szeretném egy kicsit jobban beleásni magunkat ebbe a témába. Ugye tavaly elmeséltem azt a képet, amit ugye legtöbbször ilyenkor szoktunk mondani. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ha veszük a vákumot, az üres teret, ahol minden részecskét kidobáltunk, akkor ez a vákum ez még mindig nem olyan, hogy tényleg nem történik ott semmi, hanem folyamatos mozgásban van, folyamatosan részecske, antirészecske párok bukkannak elő a semmiből, energiát kölcsönözve a vákumtól, amit aztán gyorsan vissza is kell adniuk, tehát annihilálják egymás magukat és eltűnnek. És ez a folyamatos részecske, antirészecske pár előbukkanás, eltűnés, ez várható a vákumban. Hogyha ez az eseményhorizont környékén történik, akkor ugye előfordulhat olyan, hogy az egyik részecskét elnyeli az eseményhorizont, a másik pedig elszabadul. És mert nem tudnak annihilálódni, az a másik részecske, ez valódi részecskeként elszökik, és Hawking sugárzás formájában kisugárzódik. Viszont mivel tudjuk, hogy az energia megmaradásnak minden körülmények között teljesülnie kell, ezért ezt az árat, amit ugye a részecske energiájának elvétele okozott, ezt a fekete lyuknak kell megfizetnie, és ezáltal a fekete lyuk tömeg az, és ezzel együtt energiája folyamatosan csökken. Tehát van egy ilyen elsődleges képünk erről a Hawking sugárzásról. Ezt a képet egyébként még maga Hawking vetette föl, ő is így magyarázta el, mert szeretett volna egy olyan képet adni, ami könnyen megemészthető és érthető. Természetesen ez egy rengeteg kérdést felvet még továbbra is, hogyan csökken a fekete lyuknak a tömege és az energiája azáltal, hogy ő elnyel egy részecskét és a többi. Tehát vannak itt azért kérdések. Most viszont szeretném, hogy egy picit jobban beleásnánk magunkat ennek az elméleti és matematikai hátterébe. Ez nagyon minimális szinten, de beszélek nektek az úgynevezett kvantummező elméletről. Ez jó pár atomcsényi előadást igényelne, hogy ebben teljes részletességgel belemásztunk, viszont tényleg csak az alapokat. Lehet, hogy már sokan hallottátok, lehet, hogy valakinek új. Én nagyjából egy kezdeti képet szeretnék nektek adni. A elemi részecskékről biztos, hogy hallottatok, elektronok, kvarkok, fotonok, mindenféle társaik. Most általában szeretjük ezeket úgy elképzelni, mint ugye pattogó labdákat így valahol a térben. Most a kvantummező elméletben azt mondjuk, hogy vannak mezők. Minden elemi részecskének van egy hozzátartozó mező. Van az elektronhoz tartozó mező, van a kvarkokhoz tartozó mező, Higgs mezőről biztos, hogy mindenki hallott már. Na most ezek a mezők, ezek kitöltik a teret, ott vannak körülöttünk bennünk mindenhol. Akkor is, hogyha részecskék éppen nincsenek jelen, a mező jelen van. Most megmutatok itt egy példát. Tegyük fel, hogy 3D-be, háromdimenziós térben ugye nehéz ábrázolni bármit, úgyhogy egy egydimenziós teret képzeljünk el. Ebben az egydimenziós térben ezt kitöltik ezek a mezők. Amikor itt létrejön egy részecske, az kicsit olyan, mint úgy mondják, hogy olyan, mint egy gerjesztés ennek a mezőnek. Egy hullámcsomag, olyan, mint amikor megpengetünk egy gitárhúrt. Tehát amikor az elektron mezőben létrejön egy gerjesztés, akkor ez egy elektronként látjuk. Amikor a kvark mezőben létrejön egy gerjesztés, az egy kvarkot jelent. Ezeknek a mezőknek a gerjesztései különböző mezőkhöz különböző részecskék tartoznak, ezek haladhatnak a térbe, egymással kölcsönhathatnak, és így tovább. Tehát ez az, amit úgy képzelhetünk el, hogy a vákum is folyamatos mozgásban van. Ezek az alapállapotban is folyamatosan vannak oszcillációk, folyamatosan vannak hullámzások, különböző energiájú hullámok jönnek létre, amik aztán kioltják egymást, ez feleltethető meg annak, amikor létrejön egy anyag-antianyag részecske pár, aztán eltűnik, létrejön egymást kioltó hullámpárok, amelyek egy pillanatra valamilyen energiát kölcsönöznek, aztán kioltják egymást a rendszerben.
Három dimenzióban egyébként így szokták ezt elképzelni, ugye kicsit hasonló, mint ugye a sűrűség fluktuációk az univerzum elején, ilyen kis kvantum fluktuációk, vákum fluktuációk, tehát folyamatosan előbukkannak kis energiájú részecskék, aztán eltűnnek, annihilálják egymást, igazából a hullámok azok, amik kioltják egymást. Ugye miután ezek a hullámok csak nagyon pici időre vesznek kölcsön energiát a vákumtartásra, aztán el is tűnnek, ezért nagy átlagban azt látjuk, hogy nincs ott semmi, ugye egy vákumolt teljesen üres teret látunk. Na most akkor próbáljuk meg elképzelni, hogy hogyan hat egy ilyen rendszerre egy fekete lyuknak a létrejötte. Most ezt az ábrát próbáljátok meg úgy elképzelni, hogy balról jobbra haladunk az időben előre, és azt fogjuk vizsgálni, hogy a vákumnak ez az alapállapot, ez a folyamatos hullámzás, ez hogyan változik, amikor létrejön egy fekete lyuk a képbe. Tegyük fel, egyébként azt azért hozzáteszem, tehát, hogy amikor ugye nincsen fekete lyuk, meg nincsen semmi, ezek a hullámok, ezek folyamatosan kioltják egymást, tehát amit látunk, az egy tényleg egy üres tér, egy vákum. Na most akkor itt csak rázumoltunk, és megnézzük a hullámokat közelebbről. Tegyük fel, hogy létrejön egy eseményhorizont, egy fekete lyuk a képbe. Miután létrejött ez az eseményhorizont, a fekete lyuk, az a helyzet, hogy bizonyos hullámok, bizonyos hullámmódusok elnyelődnek, szóródnak a fekete lyukban. És egyszerűen az eseményhorizont kialakulása után eltűnnek bizonyos módusok. Nem tudom, mennyi látszódik, de a jobb oldalon ott már kevesebb hullámot tudtok megfigyelni, egy picit néhány hullámot kivettem a képből. Az eseményhorizont létrejötte, tehát azt eredményezte, hogy bizonyos hullámmódusok szóródtak, elnyelődtek az eseményhorizonton, és ezután a vákum alapállapotában már nem voltak jelen. Míg az eseményhorizont létrejötte előtt, ezek a hullámok tökéletesen kioltották egymást, és tényleg úgy tűnt, hogy nincs ott semmi. Az eseményhorizont létrejötte után már nem oltják ki egymást ezek a hullámok. És az, hogy nem oltják ki egymást a hullámok, ez a számunkra úgy jelentkezik, mintha részecskék jelennének meg. Tehát mi, akik az eseményhorizontra ugye kívülről rálátunk, azt látjuk, hogy mintha részecskék indulnának el, részecskék jönnének létre ugye a vákumból. Na ez a Hawking sugárzásnak egy nagyon rövid hullámelméleti háttérmagyarázata. Azért jó erről a képről beszélni, mert bármennyire is jó az alapkép, hogy részecske-antirészecske párok jönnek létre, amik aztán annihilálódnak, vannak olyan dolgok, amiket abban a képben nehezebb megmagyarázni, és én szerettem volna nektek néhány izgalmasabb dolgot még hozni. Hogyha elfogadjuk ezt a képet, akkor érdemes végig gondolni, hogy ez megmagyarázza azt is, hogy például a Hawking sugárzásnak van egy hőmérséklete. Ugye azt állapította meg Hawking, hogy a Hawking sugárzás az ugyanolyan spektrumot generál, mint a hőmérsékleti sugárzás. Viszont minél nagyobb a fekete lyuknak a mérete, annál kisebb a hőmérséklet, a hozzátartozó hőmérséklet. Ez azért van, mert minél nagyobb a fekete lyuknak a mérete, annál nagyobb hullámhosszúságú módusokat nyel el. Tehát akkora hullámhosszúságokat fog elnyelni a fekete lyuk és szórni, amely nagyjából megfelel az eseményhorizont méretének. Ezért azok a módusok, amik nem esnek ki, amik Hawking sugárzás formájában számunkra manifestálódnak, azok is szintén megegyezőek a méretük, a hullámhosszuk, mint az eseményhorizontnak a mérete. Most képzeljétek el, hogy egy nagy fekete lyuknál, mondjuk egy csillagtömegű fekete lyuknak olyan néhány kilométeres az átmérője, ugye az eseményhorizontjának a mérete, az azt jelenti, hogy a Hawking sugárzás az főleg olyan fotonokból fog állni, amelyek ilyen rádiófotonok, néhány kilométeres hullámhosszúságú rádiófotonokkal. Hogyha egy szuper nagy tömegű fekete lyukat veszünk, annak már ilyen milliós, milliárd kilométeres méretei vannak. Tehát ekkora méretű hullámokat, ekkora méretű szinte rádió hullámokat fog főleg a Hawking sugárzás keretében kibocsátani. Ezért van az, hogy egyelőre esélyünk sincs ezeket megvizsgálni. Hát egy ilyen néhány millió és milliárd kilométeres rádiót, az pláne nem, de igazából a kisebb fekete lyukaknál is azért nem nagyon van erre esély, hogy ezt gyakorlatban megfigyeljük, mert az univerzum háttérsugárzása az már nagyobb hőmérsékletű, mint mondjuk ezeknek a fekete lyukaknak a sugárzása. Viszont ezért van az, hogy minél kisebb fekete lyukakat tudnánk venni, annál kisebb hullámhosszúságú és annál nagyobb energiájú fotonokat tudnánk megfigyelni. De hát ilyeneket ideig még nem jutottunk.
A másik érdekesség, amit ebben a képben könnyen megmagyarázni és elképzelni, hogy a Hawking sugárzás az igazából nem az esemény horizont felületéről származó sugárzás. Ez nem úgy van, hogy az esemény horizont tényleg, mint egy ilyen izzó tárgy, az elkezd világítani, hanem a Hawking sugárzás az a fekete lyuk környezetéből egyszerűen környezetében manifestálódó sugárzás. Tehát nem az esemény horizontra van ez lokalizálva, hanem az esemény horizont környezetében jelentkező és létrejövő sugárzás. És hogyha ez magában nem lenne fura, akkor elmondom az egyik legfurább dolgot, ami ezzel kapcsolatos, legalábbis számomra egyébként az volt. Képzeljük el, hogy valaki bezuhan a fekete lyukba. Én vállalkozó szellem vagyok, majd én megyek. Na akkor, bezuhanok a fekete lyukba. Mi az, ami más számomra, mint mondjuk számotokra, akik kint maradtok? Amikor én zuhanok a fekete lyuk és a központi szingularitás felé, én nem tapasztalok egy olyan határt, egy olyan esemény horizontot, mint amit ti. Igazából minden elmélet arra utal, hogy aki bezuhan a fekete lyukba, ő észre se veszi, hogy átrad az esemény horizonton, minden teljesen normális, szépen halad a központ felé. Most amiatt, mert számomra nincsen határ, nincs ez az esemény horizont, igazából számomra nem látható a Hawking sugárzás. Mert a Hawking sugárzás az annak az eredménye, hogy bizonyos bizonyos módusokat a vákumban az esemény horizont elzár előlünk. Tehát az esemény horizont, ez a határ, ami mögül nem juthat hozzánk információ, ez bizonyos módusokat kivesz számunkra a képből, és nem látjuk ezeket a módusokat, ezért látjuk a Hawking sugárzást. Számomra, aki bezuhan a fekete lyukba, számomra viszont nincsen ilyen határ. Számomra a vákum összes módusa látható, ezért számomra nem jelenik meg a Hawking sugárzás. Ez azért nagyon-nagyon furcsa, mert ha veszünk egy távoli szemlélőt, ugye akkor megszoktuk, hogy tényleg a világ relatív, most már van 100 évünk, hogy ezt így megemésszük, hogy különböző megfigyelők különbözőképpen látják a világot. Valaki, aki bezuhan a fekete lyukba, máshogy méri az időt, mint valaki, aki például a fekete lyuktól távol tartózkodik. Vagy például máshogy látjuk a hosszúságukat, tehát a teret is különbözőképpen érzékeljük. De azt, hogy különbözőképpen érzékelheti két ember részecskék létrejöttét, ez szerintem azért még mindig olyan, hogy még nincs benne a köztudatban, és ezt még nem kezdtük el megemészteni. Márpedig a Hawking sugárzás észlelése az is egy relatív dolog. Tehát valaki, aki bezuhan a fekete lyukba, máshogy érzékeli, mint valaki, aki távolról szemléli. És ha ez még nem lenne elég bizarr, akkor még egy picit borzolom a kedélyeket. Az a helyzet, hogy a fekete lyukaknak az esemény horizontja, az nem az egyetlen ilyen horizont határ, ami elzár előlünk bizonyos részeket a világból. Például van egy nagyon egyszerű, elfejtettem bekapcsolni, ő látja a Hawking sugárzást. Van egy ilyen határ, amit úgy hívunk, hogy kozmológiai horizont. Tudjuk, hogy az univerzum tágul. Ha van egy galaxis tőlünk bizonyos távolságra, valamekkora sebességgel távolodik tőlünk. Egy galaxis, másik galaxis, mondjuk kétszer akkora sebesség, vagy távolságra van, kétszer akkora sebességgel távolodik tőlünk. Minél messzebb nézünk, annál nagyobb a távolodás sebessége, és ezért van egy olyan határ, ahol a távolodásnak a sebessége bizony eléri a fénysebességet. Ugye, mint mondtam, a tér az a kis csaló, aki ki tud bújni itt a fénysebesség a maximum határ alól, tehát a tér tud gyorsabban tágulni a fénysebességnél. Most ez a kozmológia határ, tehát ez egy olyan határ, hogy emögül bármilyen galaxisok is csillagok vannak ott, hozzánk nem juthat el tőlük információ, mert egyszerűen a fény, amit ők kibocsájtanak, az nem ér el hozzánk, mert gyorsabban távolodnak tőlünk, mint amennyire a fény ugye tud felénk jönni. És ez a kozmológiai határ, ez ugyanúgy egy esemény horizont, mint a fekete lyuknak az esemény horizontja. Valami olyan horizont, ami mögé mi nem láthatunk be. És valami olyan horizont, ami pontosan ugyanúgy, mint a fekete lyuknak esemény horizontja, a vákumnak bizonyos módusait tőlünk eltakarja. Ez azt jelenti, hogy ez a horizont ugyanúgy egyébként egy sugárzást kell, hogy generáljon, mint a fekete lyuknak esetében a Hawking sugárzás. Most nem nagyon kell félnünk, hogy ezt látni fogjuk, vagy tapasztalni, hiszen mekkora sugárzásról van itt szó. Hát kb. Akkora hullámhosszú sugarakat kell elképzelni, mint a látható univerzumnak a mérete. Tehát ilyen gigaméretű teleszkópra lenne szükségünk ahhoz, hogy mi ezeket ezeknek a sugárzásnak a fotonjait be tudjuk fogni. Tehát akkor a teleszkóp kellene, vagy akkor a detektor, ami tényleg a látható univerzum méretével megegyező nagyságú. Úgyhogy egyelőre ez marad az elméleti szinten, viszont elméletileg tényleg létezik ez a sugárzás is. És ezentúl van még egy harmadik ilyen horizont sugárzás, ami szintén
Nagyon érdekes. Viszont ehhez kicsit matekosabb irányba kell terelnem a dolgokat. Hogyha valaki esetleg foglalkozott relativitás elmélete, akkor láthatott már ilyen téridő diagramot, de szerintem DJ előadásaiban is gyakran felmerül ez a diagram. Láttatok már ilyet? Van egy ilyen atomcsillagolás, relativisztikus paradoxonokat nem írtuk föl. Igen, a relativisztikus paradoxonok előadást mindenkinek javaslom. Az Atomcsi csatornáján, tehát ott találkozhatok ilyennel. Nem kell aggódni, nem fogunk nagyon-nagyon mély és nehéz dolgokba most belemenni. Viszont képzeljük el, mire jó ez a téridő diagram. Ugye van nekünk háromdimenziós terünk, meg egydimenziónk az idő a relativitás elméletben. Most az egyszerűség kedvéért itt ezen a diagramon, ugye a három térdimenzió helyett csak egyet ábrázunk, van egy térdimenziónk, illetve van egy idődimenziónk. Így jön ki ez a diagram a két kis koordináta tengelyével. Most úgy kell ezt elképzelni, hogy amikor valami halad, például egy fény, egy foton halad ezen a diagramon, akkor a foton az mindig úgy van belőve itt a nagyságrendek a két tengelyen, ugye a méretskála, hogy mindig 45 fokos szögben haladjon a fény. Most, hogyha ezt esetleg nem tudjátok elképzelni, mutatok itt nagyon cuki rakétát is. Képzeljük el, hogy van az origóban egy rakéta. Ugye a térben ő most csak egy dimenzióban mozoghat, tehát vagy jobbra, vagy balra mozog, viszont függőlegesen fölfelé folyamatosan haladnia kell, ezzel ellen sajnos semmi nem véd, az időben folyamatosan haladunk előre. Tegyük fel, hogy a rakéta áll, nem mozdul se jobbra, se balra. Ezen a diagramon ez úgy manifestálódna, hogy szépen egyenesen halad előre ezen a nyílon. Tegyük fel, hogy bekapcsoljuk a rakétát, és valamikor a sebességgel elindítjuk, mondjuk jobbra, ebbe az irányba, nektek jobbra. Ha elindítom abba az irányba, akkor a téridő diagramon valahogy ilyen nyílegyenes nyíl jelölni ki a mozgását. Tegyük fel, hogy nagyobb sebességre kapcsoljuk ezt a rakétát, akkor szintén egy egyenes vonalú mozgást végez, egy ilyen egyenes nyíllal, viszont nagyobb meredekséggel. Tehát gyorsabban halad ugye az X-tengelyen, a T az időtengelyen ugye mindig állandó sebességgel halad az idő. Amit ugye nem tudunk megtenni egy rakétával, mert a relativitás elmélet már nem engedi, az, hogy fénysebességgel haladjunk, de amúgy ezt jelenteni a fénysebességgel való mozgás ezen a diagramon. Hogyha pedig még jobban borzolnánk a kedélyeket, akkor akár ha fénysebességnél gyorsabban tudnánk menni, akkor valami ilyesmi utat tudnánk bejárni. Ez sajnos nem megengedett. Az esetek nagy részében mondjuk egy ember vagy egy átlagos felhasználó, az valami ilyen utat jár be ezen a téridő diagramon. Mozog jobbra-balra egy picit, közben meghalad szépen előre az időbe. Na akkor most, hogy ugye az alapokat a téridő diagramnál tisztáztuk, képzeljük el, hogy van egy rakétánk, és ezt nem állandó sebességgel indítjuk útnak, hanem állandó gyorsulással, tehát folyamatosan gyorsul. Ezen a téridő diagramon ez azt jelenti, hogy az ő útja egy úgynevezett hiperbolát fog kialakítani. Az állandó gyorsulás az azt jelenti, hogy a meredeksége, tehát a sebesség az folyamatosan változik, és szépen egy ilyen hiperbolát rajzol ki. Most tegyük fel, hogy valamekkora távolságból a kezdeti pontjától mi utána akarunk küldeni egy jelet. Világítani akarunk neki zseblámpával. És a helyzet az, hogy a rakétának a sebessége nem tudja elérni a fénysebességet, de ha ő folyamatosan gyorsul, és nem áll meg a gyorsulás, tehát folyamatosan gyorsul, akkor ez a fénysugárzőt soha nem fogja utolérni. Hiába megy a fény fénysebességgel, és ő nem éri el azt, nem tudjuk utolérni. Ha még távolabbról küldjük a fényjelet, akkor meg aztán végképp nem, és így tovább. Ez pedig azt jelenti, hogy létrejön egy horizont a rakéta mögött. Egy állandóan gyorsuló rakéta mögött kialakul egy olyan határ, ami mögül hozzá semmilyen információ nem juthat el. Semmilyen fénysebességnél, ugye lassabban vagy fénysebességgel haladó tárgy, objektum, részecske információ nem érheti őt utol. Tehát minden alkalommal, amikor az ember hirtelen neki kell gyorsulni, saját maga mögött létrehoz egy horizontot, egy esemény horizontot, ami mögül ő hozzá nem érhet oda az információ. Márpedig ugyanúgy, mint minden másik horizont, a fekete lyukak esemény horizontja, vagy a kozmológiai horizont, ez a horizont is számunkra, a gyorsuló emberek számára egy sugárzás formájában manifestálódik. Ez elég ijesztő? Na akkor, nem gondoltátok volna, igaz? Tehát minden alkalommal, amikor gyorsulunk, valójában magunk mögött kreálunk egy sugárzást, egy ilyen horizont sugárzást. Ezt egyébként már a 70-es években vetették fel először Stephen Fulling, Paul Davis és Bill Arrow.
Egyébként ezt leginkább Fulling Davis Andrew, vagy röviden csak Andrew hatásnak szokták hívni. És kezdetek kezdetén ez természetesen egy elméleti dolog volt, de egyébként egyre elfogadottabb lett. Viszont természetesen nem fogjuk tudni ezt csak úgy megmérni és leellenőrizni. Az a helyzet, hogy ahhoz, hogy mérhető tartományba kerül, mondjuk egy Kelvin hőmérsékletet generáljunk egy ilyen horizont sugárzásra, 250 trillió kilométer per szekundum négyzet gyorsulást kellene generálnunk. Tehát míg az elmélet azt mondja, hogy ugyanúgy, mint mindegyik másik horizont, így is gyorsulással is létrehozhatunk magunk mögött egy sugárzást, a helyzet az, hogy ez nagyon-nagyon picik effektus. Tehát egy rakétával, egy szuperszonikus rakétával is még csak meg se közelítenénk azt, hogy egy Kelvin hőmérsékletű ilyen Andrew sugárzást tudjunk létrehozni. Tehát ez nem egy olyan effektus, ami igazából nagyon komoly hatással lenne ránk, de érdemes egyébként természetesen ezen elgondolkodni, mert hát az a jövő, vagy az a tervünk, hogy szeretnénk minél gyorsabb rakétákat, minél gyorsabb eszközöket kreálni. Hát, hogyha egy ponton majd el tudunk jutni odáig, hogy esetleg megközelítsük a fénysebességet, és valami nagyon extrém gyorsulásokat hozzunk létre, ki tudja, akkor már lehet, hogy ennek jelentősége lenne. Addig pedig elméleti szinten szerintem nagyon érdemes, hogy érdekes eljátszani ezzel a gondolattal, hogy az eseményhorizont, a fekete lyukak eseményhorizontja nem az egyetlen ilyen határ, eseményhatár, ami elrejti előlünk a világ egy bizonyos részét, és amit sugárzás formájában tudunk mérni és tapasztalni. Na akkor most már nem kell sokáig kitartanotok. Ígérem, hogy közeledünk az előadás vége felé. Szeretnék egy nagyon picit beszélni az analóg fekete lyukakról. Az analóg fekete lyukak nem olyanok, hogy ilyen kis maradi 20. századi analóg fekete lyukak, szemben a 21. századi digitális fekete lyukakkal. Tehát itt nem erre kell gondolni, hanem csak arra, hogy analógiái a fekete lyukaknak. Milyen analógiát lehetne kitalálni? Ugye szeretnénk fekete lyukakat itt a Földön, labor körülmények között vizsgálni. Hát ez egyrészt ijesztő, ugye ilyenkor szokták az emberek pánikba esni, hogy ezek a fizikusok már megint fel akarják robbantani a világot, és ez fogja a vesztünket okozni. Bármennyire is szép és jó ötlet, tehát nem egy közel se tartunk ott, hogy mondjuk technikailag képesek legyünk bármilyen valódi fekete lyukat létrehozni itt a Földön. Úgyhogy ettől nem kell félni. Mivel pont ez, hogy nem tudunk így fekete lyukat kreálni csak úgy a laborban, a valódi fekete lyukak még nagyon távol vannak tőlünk a világőrben, ezért a fizikusok elő kell, hogy álljanak mindenféle kreatív ötletekkel, hogy hogyan tudnánk mégis ezeket a jelenségeket vizsgálni egy laborban. Az egész onnan indult, hogy Bill Andrew, aki az Andrew sugárzásnak is az egyik atya volt, előállt egy gondolatkísérlettel. Tegyük fel, hogy van egy tavunk, ebben halak élnek. Ezek a halak szeretnek egymással kommunikálni, beszélgetni, hangokkal, mi mással tudnának beszélgetni. Most a hangoknak van egy terjedési sebessége a vízben. De ugye amíg a tóban vannak, ez nem okoz semmi problémát. Tegyük fel, hogy nem egy tóban vannak, hanem egy folyóban, ahol ennek a folyónak már van sebessége, akkor már úgy érződik, hogy attól függően, hogy a folyás iránynak megfelelően vagy ellentétesen beszélgetnek, ott már kicsit változnak a hangok. Az egyik magasabb hangon hallja a másikat, a másik mélyebben, tehát már nehezebb a kommunikáció. Tegyük fel, hogy valahol a folyónak a végén van egy vízesés, és egyre jobban felgyorsul a folyó. Akkor van ott egy olyan pont, mondjuk itt a vízesésbe becsúszik egy hal. A vízesésnél tegyük fel, hogy a víznek az áramlása, ahogyan lezúdul ezen a vízesésen, egyszerűen gyorsabb, mint a hangoknak a terjedési sebessége. Akkor ez az a hely, ahol az a szegény hal ott kiabálhat segítségért, hogy segítsetek, bezuhantam, viszont senki nem fogja meghallani. Ugyanis attól a ponttól kezdve, ahol a víz áramlási sebessége az már nagyobb, mint a hang terjedési sebessége, onnantól kezdve a hang már nem tud kiszökni ezen a határon kívülre. Ismerős esetleg ez a dolog. Ugye cseréljük le a vizet mondjuk téridőre, a hangokat meg fényre, és teljesen olyan az a dolog, mint mondjuk egy fekete lyuk, ami mögül ugye a fény se tud kiszökni. Na ez egy analógia a fekete lyukakra. És az érdekes, hogy ez egy gondolatkísérletből jött, de később, nem sokkal később kiderült, hogy a matematikája is nagyon hasonló a kettő folyamatnak. Tehát igazából a téridő, a viselkedése az eseményhorizont környékén nagyon jól megfeleltethető egy ilyen rendszernek, ahol mondjuk a víz áramlása az gyorsabb, mint a benne terjedő mondjuk hullámoknak a sebessége. Tehát hasonló matematikával írható le, és emiatt ez egy komoly kutatási terület. Egy pillanatra nézzük meg, hogy például az eseményhorizontnál a téridőnek, vagy a térnek a
a fejlődés az úgy is interpretálható így a relativitás elméletben, hogy egyszerűen a gravitációs hatás, vagy a téridő görbület miatti gravitációs hatás, az úgy is érezhető, mintha minket így a tér magával rántana, és itt a tér áramlana, és ez az áramlat visz minket magával. Képzeljétek el, hogy egyre közelebb és közelebb kerültök a fekete lyukhoz, és érzitek, hogy egyre erősebb ez az áramlás, és egyre jobban magával ragadt titeket. Az eseményhorizont az pont az a határ, ahol igazából a téridőnek a befelé áramlása az eléri a fénysebességet. És ahhoz, hogy mondjuk innen ki tudjunk úszni, és ellen tudjunk állni ennek a beáramlásnak, ahhoz a fénysebességnél gyorsabban kellene ugye kifelé haladnunk és kifelé úsznunk. Ez pedig ugye nem lehetséges, ugye relativitás elmélet szerint. Tehát nagyon sok szempontból ez a szingularitás a fekete lyuk közepén, ez tényleg olyan, mint egy lefolyó, ahol így eltűnik a téridő. Hogyha ezt hozzáadjuk még a fekete lyukaknak a forgását, akkor is igazából ugyanez a helyzet, csak ott annyi, hogy van még egy ilyen kerületi sebesség is, és aztán ez már tényleg olyan, mint egy lefolyó, amit már mindenki látott. Mutatok is itt egy példát, kb. Így néz ki. Ugye egy lefolyóba lefolyó víz, az teljesen hasonló a fekete lyukakba beáramló térhez, tehát ahogyan így lefolyik igazából a téridő a fekete lyukakban. Most, hogyha egy ilyen vízben egy ilyen örvényt nézünk, akkor itt is van egy olyan határ, ahol egyszerűen az áramlásnak a sebessége az ugye gyorsabb, mint mondjuk a vízben terjedő hullámoknak a sebessége, és ez egy úgynevezett szónikus horizontot hoz létre. Tehát ez nem olyan, mint egy fekete lyuk abból a szempontból, hogy a fény nem tud kiszökni belőle, vagy mi nem tudnánk kiszökni belőle, ez számunkra nem egy fekete lyuk, viszont a hangok számára tényleg egy határ, és ezért hívják ezt ugye szónikus horizontnak. Na most, hogyha azt veszük, hogy vannak ezek a szónikus horizontrendszerek, akkor ezt nagyon jó analógiába lehet állítani tényleg a fekete lyukaknak a rendszerével. És ez több kutatás is igazolja, például Szilke Weinfartneréknek van egy nagyon klassz ilyen kísérlete, egy hatalmas nagy tartályban fluoreszens anyaggal megszínezett víznek az áramlását vizsgálják. Mutatok is egy rövid videót erre. Itt annyi az érdekesség, hogy nem hangokat vagy hangoknak a terjedését vizsgálják a folyadékban, hanem a víz felszínén nagyon apró, 1 milliméter magasságú apró hullámokat keltenek, amik a víz felszínén így tovább terjednek. Ezeknek az apró hullámoknak, ilyen rezgéseknek van egy terjedési sebessége. És ez a terjedési sebesség ugye feleltethető meg a fény terjedési sebességének. Maga a víz áramlás, ahogyan pedig a központi lefolyóba lefolyik, az pedig megfelel a téridő áramlásának. Az egészet egyébként nagyon nagy felbontású kamerákkal folyamatosan monitorozzák, és tényleg úgy digitalizálják be, és nagyon apró változásokat tudnak így megfigyelni. Igazából meg lehet figyelni egy csomó olyan dolgot, amit a fekete lyukaknál várunk, például megtalálható, mivel egy forgórendszerről van szó, egyébként ezt úgy hozzák létre, hogy két oldalról engedik be a vizet, és így igazából kialakul egy ilyen vortex, egy örvény, ugye ott a lefolyónál. És meg lehet figyelni az ergoszférát, tehát azt a horizont határt, ahol a kerületi sebesség az már gyorsabb az apró rezgések terjedési sebességénél. Meg lehet figyelni az eseményhorizontot, ahol a beáramlás sebessége nagyobb, ugye a terjedési sebességénél, az apró rezgések terjedési sebességénél. És egy csomó olyan effektust, amit a fekete lyukaktól várunk, az kimutatható itt. Például tavalyi előadásom végén említettem a Penrose folyamatot, ahogyan energiát lehet például ellopni a fekete lyukak forgásából. Ezt is kimutatták ezzel a rendszerrel, és ami nagyon érdekes, a Hawking sugárzásnak megfelelő analógiát is ki tudtak mutatni. Tehát lehet, hogy a mai napig nincsen valódi bizonyítékunk a Hawking sugárzásra, de például ilyen analóg fekete lyukakban a Hawking sugárzás egy megfigyelhető jelenség. Egy másik rendszer, az már nem vizet használ, emiatt gondoltam, hogy érdekes meg ezt is megemlíteni, ugyanis lehet, hogy az ember feltételezheti, hogy oké, de mennyire hasonló egy vízzel alkotott rendszer ténylegesen a valódi fekete lyukakhoz. Vannak olyan rendszerek, amik tényleg ilyen kvantumos jelenségeket vizsgálnak, például Jeff Steinhauer-nek a csoportja egy olyan rendszert hozott létre, ahol rubidium atomokat fogtak, és lehűtöttek nagyon nulla fok közeli hőmérsékletre. Egy olyan érdekes állapotba hozták az anyagot, amit úgy hívunk, hogy Bose-Einstein kondenzátum.
És ebben az állapotban lézerekkel csapdázták, és lézerekkel gyorsították ezt az anyagot, ilyen, szinte ilyen rubidiumatom folyót létrehozva, és itt is ebben az áramlásban létrehoznak olyan részeket, ahol egyszerűen az áramlás sebessége gyorsabb, mint ebben az anyagban a hullámok terjedési sebessége, tehát létrehoztak szónikus horizontot. És ezeket is rengeteg egymás utáni kísérletben folyamatosan vizsgálták és fényképezték, és itt is a Hawking-sugárzásnak megfelelő analógiát tudtak megfigyelni. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes az, hogy mennyire kreatív az ember, hogy amikor van egy olyan objektum, amit ténylegesen direktben nem tudunk megvizsgálni, akkor csinálunk, kreálunk egy hozzá analóg, egy teljesen hasonló helyzetet, és azt mondjuk, hogy akkor vizsgálgatjuk ezt. Persze ez még a jövő zenéje, hogy meglássuk, hogy ténylegesen mennyire valódi azok az eredmények, amiket mi ezekben a rendszerekben megvizsgálunk, mennyire illeszthetőek rá valóban a fekete lyukakra, de azt gondolom, hogy nagyon ígéretes és nagyon ötletes az egész, úgyhogy érdemes szemmel követni ezeket a kutatásokat. Na akkor már csak egyetlen egy utolsó és nagyon-nagyon rövid rész kell megfigyelnem, viszont közben elfogyott egy pillanatra a hangom, úgyhogy hozok egy kis innivalót. Már kezdtem érezni, hogy fogy el a hangom, de most már az utolsó részre igyekszem kitartani. Remélem, hogy nektek is sikerül. Tényleg már csak nagyon picit kérem a türelmeteket, viszont azt gondolom, hogy megéri. Az utolsó rész, mint látjátok, arról szól, hogy lelkes kis neutrinok fekete lyukat festenek. Ugye a tavalyi előadásban elmeséltem, hogy legalább 5 olyan módszerünk van, amivel jelenkorban fekete lyukakat meg tudunk vizsgálni. Ezek közül 4 az igazából az elektromágneses spektrum segítségével vizsgálja fekete lyukakat, tehát valami fotonokat, hullámokat, elektromágneses hullámokat fogunk be. Aztán volt az 5. a gravitációs hullámok, ami egy külön tészta. Viszont fejlődik egy új terület is, amivel akár fekete lyukakat is meg tudunk nézni, és ez például a neutrinok segítségével. Ugye biztos láttatok már ilyen képet, ahol a elemi részecskéknek a családjai vannak feltüntetve. Ezek közül a leptonok közül 3 darab ilyen neutrinunk van, az elektronneutrino, a műonneutrino és a tauneutrino. A részleteikben nem fogok belemenni, mert ez nem erről szól a mai előadás. Javaslom az Atomcsill csatornát, nagyon sok előadás van ugye az elemi részecskékről. Amit érdemes tudni nekünk a neutrinokról, hogy nagyon picikék, tehát a tömegük az elektron tömegéhez képest is nagyon apró, nagyon picike. Ezen kívül semlegesek, tehát nem pozitív, nem negatív töltésűek. Nem nagyon hatnak kölcsön, ugye egy elektromágneses kölcsönhatással, nem nagyon, hát nem hatnak kölcsön. Emiatt, amiért, mert picik és semlegesek, igazából nagyon nehéz őket detektálni. Viszont nagy mennyiségben vannak jelen. A világűrben, az univerzumban rengeteg nagyon intenzív neutrino forrásunk van, például a nap. A nap hatalmas nagy mennyiségekben generál minden másodpercben neutrinokat, és ez a rengeteg sok neutrino igazából rajtunk is folyamatosan keresztül megy. Azt szokták mondani, hogy mondjuk a Körmünk hegyén másodpercenként 60 milliárd neutrino halad át. Úgyhogy ez nem kis mennyiség. Nem kell megijedni, mert az esetek nagy részében mi ezt észre se vesszük. Képzeljétek el, hogy mennyire nem szeret a neutrino kölcsönhatni. Fogunk egy neutrino nyalábot, és azt mondjuk, hogy általában ahhoz, hogy valami neutrino vagy valamilyen anyag nyalábot megállítsunk, például szeretünk olmot elérakni, mert azt mondjuk, hogy jó, akkor abban majd biztos fennakad. Most képzeljétek el, hogy ha a neutrino nyaláb elé egy fényév hosszúságú olomfalat emelek, akkor is még mindig csak a neutrinok felét sikerült megfognom. Szóval nem nagyon szeretnek ők fennakadni az anyagba, úgyhogy emiatt nagyon nehéz őket detektálni. De hát a nagyon kreatív fizikusok azért mindig előállnak valami ötlettel. Ezeket a nagyon pici, nagyon nem kölcsönhatni, nem szerető részecskéket úgy tudjuk detektálni, hogy minél nagyobb detektort építünk, ahol aztán nagyobb valószínűséggel fognak fennakadni. És az egyik legnagyobb neutrino detektorunk, ez az úgynevezett Ice Cube Experiment, vagyis jégkocka. Nem hiába kapta nevét, ez egy hatalmas jégkocka a déli sarkon. És úgy kell elképzelni, hogy a déli sarkon 1,5 kilométer mélyen van egy kb. 1 köbkilométeres jégkocka, amit mi felhasználunk detektornak. Ebben az 1 köbkilométeres jégkockában lelógattak fentről, ilyen lyukakat furtak, és lelógattak fénydetektorokat, ilyen fényérzékeny detektorokat, ilyen nagyon szép láncokban. Látjátok, tehát valahogy ilyen lánc sorok vannak leengedve.
Ezekben a láncsorokban tehát ilyen fényérzékeny detektorok vannak. Most ez miért jó nekünk? Jön egy neutrinót, tegyük fel, és tenjük fel, hogy tegyük fel, hogy megjelenik egy neutrinó, és kölcsönhat valahol a jég anyagával. Hogy éppen kölcsönhat, többféle kölcsönhatás jöhet létre, de az egyik lehetőség az, hogy a neutrinó elnyelődik, és keletkezik egy műon részecske. Amikor egy ilyen részecske keletkezik, akkor ő szépen, ahogy áthalad ezen a detektoron, fény nyomot hagy maga után, ahogy látjátok itt ezen az ábrán. És ez a fény nyomot, ez az, amit a detektorok érzékelnek, felküldik a jelet fentre ugye, a kutatóházba, és akkor az alapján, hogy milyen irányban és hogyan érkezett ez a jel, meg tudják mondani, hogy honnan érkezett az eredeti neutrino. Tehát így lehet kb. A neutrinokat befogni. Most a helyzet az, hogy nagyon nagy a neutrino háttér, tehát a légkörben is rengeteg sok neutrino keletkezik, úgyhogy ez egy nagyon komoly kihívás, hogy kiszűrni a zajból azokat a neutrinokat, amelyek mondjuk valami izgalmas és érdekes távoli pontról érkeznek hozzánk, de nem lehetetlen, és ez már folyamatosan fejlődik. Az egyik érdekes eredmény 2017-ben megfigyeltek egy darab olyan neutrinót, aminek az energiája sokkal, de sokkal nagyobb volt, mint bármelyik másik neutrinó, amit addig tapasztaltak. Ez az egyszem neutrinó, ez már egy komoly detektálásnak és eredménynek számított, viszont nagyon sokáig vizsgálták, hogy honnan érkezhetett hozzánk, és a legjobb tipp az az, hogy ez valószínűleg egy blazárból érkezett. Biztos hallottátok már a kvazár kifejezést, mert azt én is szeretem emlegetni, egy fekete lyuk, amikor elnyel anyagot kialakul, ez az akréciós korong, ez nagyon izzik. Erre az akréciós korongra mellőlegesen kialakulnak jetek. Most, amikor a jet az pont a föld irányába néz, ezt hívjuk úgy, hogy blazár. Ugye, amikor a jet néz felénk, az azért jó, mert egyszerűen ezek a nagy energiájú részecskék, amik a jetben vannak, pont felénk jönnek, és ezeket mi tudjuk fogni. És a legjobb ötletünk az az, hogy ez a 2017-es becsapódás, ez egy nagyon-nagyon nagy energiájú neutrino, ez ebből a blazárba, egy ilyen távoli blazárból érkezett felénk. Egyébként ez az ábra azért raktam be, mert nagyon jó, hogy úgy néz ki, mintha éppen földön kívüliek szállnának le a föld felszínén, de természetesen ez csak egy művészi illusztráció. Egy másik izgalmas eredmény, hogy mindössze 10 évnyi adatgyűjtés után az IceCube Experiment közzétette ugye itt a neutrino hátteret. Tehát egy ilyen neutrino hátteret tudtak detektálni 10 évnyi működés után, és ebben van 2 olyan pont, ami mondhatjuk azt, hogy már egy találatnak minősül. Az egyik ez a kis pöttyöcske itt. Mindössze 50-nél több neutrino érkezett ide, mint a többi helyre. Tehát nem egy hatalmas nagy különbségre van szó, de statisztikailag határozottan azt mutatja, és a számítások szerint 1 a 10 000-hez a valószínűsége, hogy ez bizony egy nagyon távoli neutrino forrásból érkezett hozzánk. Utána megvizsgálták, hogy mi van az égboltnak azon a pontján, és azt találták, hogy ott van nekünk bizony egy ilyen nagyon távoli, az M77 galaxis, és ennek a közepén van egy aktív galaxis mag. Ez az aktív galaxis mag, ez pedig egy nagyon intenzív neutrino forrás lehet, és ez a legjobb jelöltünk arra, hogy innen érkeztek ezek az extra neutrinok. Most persze ez még nem tűnik annyira fantasztikus eredménynek, de higgyétek el, hogy ez valami következő lépésnek a kezdete. Már vannak tervek arra, hogy hogyan lehetne még nagyobb detektorokat építeni, hogyan lehetne még nagyobb jégkockákat például kihasználni a déli sarknak a jegében, de olyan ötlet is van, hogy ilyen neutrino detektornak használjuk fel az egész holdat is akár. Ez is egy lehetőség. Szóval nagyon-nagyon sok ötlet van még, ami kiaknázatlan és folyamatosan fejlődik. A lényeg, hogy ahogyan fejlődni fogunk, meg telik az idő, egyre több és több neutrinót fogunk tudni detektálni, és ez azt jelenti, hogy a neutrinok egy újabb lehetőséget adnak nekünk majd arra, hogy megvizsgáljuk az univerzumot, és az elsődleges forrás, ami ténylegesen, számunkra mérhető neutrino források lesznek, azok pont az aktív galaxis magok, tehát fekete lyukak. Tehát ahogy fejlődik előre ez a tudományterület, azt várhatjuk, hogy ezek a kis neutrinok egyre pontosabb és egyre jobb képet fognak nekünk majd adni a nagyon távoli fekete lyukakról. Úgyhogy izgalmammal és lelkesedéssel várjuk a folytatást is. Én már ennyit szerettem volna nektek mondani, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.